bátor vagy. Megyek. Na hát itt vagyunk. Üdvözlök mindenkit. Üdvözlök mindenkit. Engem is valaki meghívhatna, vagy nem tudom, hogy én most hogy állok. Az a valaki nekem Pinky. Nekem mindent vissza kell. Na, hát nagyon picivel hamarabb elkezdtük a dolgokat. Üdvözöljétek a nézőket, benne vagytok a tévébe. Hello, sziasztok! Szevasztok! Sziasztok! Gyorsan fussunk, tele van madárkával minden. Oké. Ezt nézem, hogy most... Ezt meg kinyifantom. Pinky... Mondom, kinyifantom, így. Andrisja, az már nem kell feltöbbet. Is, jó. Na hát azért is jöttünk egy kicsit hamarabb, mert ugye Pinky is itt van velünk, és hát 5,5 kilométerre dobta le tőlünk, és hát muszáj volt, így elindultunk elébe, hogy kimenekítsük innen. Jöjjünk. Aztán nekünk is előre. Problémáink lett, vagy nem problémáink, de hát ugye voltak egy farkasok, meg mi egymás itt út közben. Most már jönnek visszafele, hogy jönnek szembe majd. Itt jönnek már majd szembe, még megyek egy kicsit elébb. Jó felemész, mennyi? Megyek elébb még. Jöttünk. És akkor... Hát erre még nem jártunk igazából, milyen jó kis helyek, annak itt is egy város. Az otthonunktól pedig ott látszódik, hogy ugye a rókáik otthon vannak, tehát ilyen, hát olyan közel 4 kilométerre vagyunk, ja, otthontól. Úgyhogy jó elkóbászoltunk. Hát, pedig én is elindultam. Mondtam, hogy megvédelek. Igen, te még igen, csak okay. Nézem a többiek meg még. Ja, ez is egy színház. Színi tanoda. Hú, ez a ház a levegővel lóg, ez is egyszerre fog itt szakadni. Az miatt? De ne a várost figyelges, mert megnézzük később. Nem, ez le fog itt szakadni, csak hozzáér az ember, mert rátesz egy ilyet. Ezt csináltunk már ilyet. Hát ez érdekes, hogy nem szakadt le, de ennek nem sok ilyet. Alá kell támasztani, és akkor nem szakad le. Hát szakadjon. Hadd hújjon a férgese. Ki tervezte ezeket az utakat, amit a játékban van, ilyen hullámvasút? Rácsapnék a kezére, amivel tervezte. Oké. Na hát nem is üdvözöltem azért a chaten levőket, mert itt van ilyen Kossi Attila, főleg Nagy Sándor, Hun Prime, sziasztok! Szia. És a többieket is üdvözlöm, akik nem köszöntek be. Futok, lesz ami lesz, hangosan fut. Jó. Az úton elég sokan. Igen, nem lesz. Ó, egy jó kis macsikát. Jó kis macsetét találtam, akkor ezt lecserélem most. Most van az ideje, hogy azt lecserélem. Ja. De szép időnk van. Sőt, ezt szerintem ezt se viszem, és akkor mindjárt nem is vagyok túl súlyos. Ez mekkora dolog. Ez a nő nem az eseted. Hát nem. Na és Pinky, milyenek az első benyomásaid így a néhány perc után? Nem játszottál még, csak most néhány perce vagy bent a játékban. De jó, nem volt benne semmi. Pinky? Nagyon szaggatsz, én nem értem. Én szaggatok? Igen. Nézzétek már. Milyenek az első benyomásaid? Milyenek az első, és onnantól kezdve benyomásaid. Nem mondom. Jaj, hát félek, hát a szokásos. De szép, nagyon szép. Sokkal szebb, mint volt. Látványosan. Mindenkinél szaggatok, vagy csak Pinkinél szaggatok? Most nálam szaggattál. Szerintem csak Pinkinél. Feladja magát. Vigyünk haza a krizantént. Lehet ebből gyógyteát csinálni még mindig? Lehet, de most is tárra gondolsz? Igen.
Csinálok meg kettőt! Ja, 300 méter, hát akkor itt vagytok már közel. Mindjárt mehetünk csinálsz haza, mehetünk vissza. Hát van egy rossz hírem, azért 6 óra van már, nem biztos, hogy ezt a 4,5 kilométert le tudjátok ennyi idő alatt. Ha lefutjuk, megkívsz egy kávéra. Na, fussunk! Megfogadtam, egyenesen tovább. Axel, az úton vagyunk, az úton maradjál. Jó, ja, itt van itt annyi út, mint égen a csillag. Jó, szóval megmondtam neki. Igen, nem tudom futok, melyik úton, fussunk. De nem valószínű, hogy azon az úton, ahol én vagyok. Itt azért magasabb házak vannak, mint hogyha szebb, magasabb házak lennének, mint ahol mi lakunk. Vagy tudja a fene. Előfordult. Vagy tudja a fene. Persze, hogy magasabbak. Eleve a levegőben lóg mindegyik. Na ja. Köszönöm Csíkbarónak is az 508-at. Na hát, amúgy... Szia, Axel! Amúgy, ja, itt van már, végre már előkerültek. Én nem, azért nem mentem tovább, mert tudtam én, tudod, maradj az úton, és annyi út van, mint égen a csillag. Jó, 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 hát mostantól viszont... Üssük már lesz, itt velem szemben van egy csávó, aki most fut, viszont üssük. Mehetünk hazafele. Jó, leüthetjük. Kapjuk el, Pinky. Na, azt is elkaphatjuk a szemben. Hát igen, nem biztos, hogy érdemes mindenkivel harcolni. Jó. Margit halott, azért még fejbe vár. Csak tényleg fussunk, mert az idő telik, fél hét van már mindjárt. Jó, hát én laggolok, de megyek. Húzzad a csinos kis fenekedet itt előttem, köszi. Na hát ugye volt egy motoros, autós motoros játék, amely délőtt játszottam, és hát ugye annak a végén úgy alakult, hogy Pinky ült a motoron. És Axel mindig összekeveri Pinkyt és a Hello és Pinkyt, ez most már így alakult ki, hogy ő fogja vezetni a motort. És melyik volt az a motoros játék? Na majd belenézel, hogyha érdekel. Azt fent van már, tehát live voltam, úgyhogy fent van. Kicsit gyűjtenem. Rózsaszín motor, rózsaszín ruhába, cica mintás motor, meg ruha, motoros ruha. Úgyhogy nagyon szépen meg van csinálva, élethű. És kiabál velem Axel, hogy figyelj oda, Pinky! Hát, mert mindig nézelődik a motorra, nem nézelődik, nézi előre. Neki megyünk itt mindennek. Szia, Norvég! Szörnyű, szia! És hát ugye Andris is live-ölt, tehát az ő csatornáján is lehet párhuzamban nézni, amit művel. Amit művelek, akkor mindjárt azt a nyilatot. Küldjetek neki is lúcot, nagyon örül neki. Meg írjat, köszönjetek be az ő csetjére is, mert nagyon örül neki. Hát persze, PUBG-re gyűjtök. Lagolt a DC, és úgy értettem, hogy PUBG. Ajaj, az viszont ott egy maci. Várjatok. Tippelek, az egy nagy csúnyakő. Az kifejezetten egy maci. Várjál, hát szerintezzük. Hát várjál már ide, barátom, csináljunk már egy hogy is mondják ott ide. Én úgy hallom, hogy jön azon kívül még pár egyén. Igen, ő rájuk gondoltam. Mindjárt. Nem. Úgy. Ja. Megvédtele. Hát mit képzel? Vigyázz, jön még, ott vajon a box. Axelre pályázik. Igen. Nem, gyere, Axel, nem rám, hanem az oszlopomra. Nagyon békén. Enyém. Puff. Tartsatok ki, úrák kérdéseit, ott vagyok már. Nyilvessző ki, és akkor menjél te is fel, Pinky, egy ilyen... mi a fenén? Várjál már, nekem kockám sincs, hát nem úgy van. Csak úgy, hogy utánunk jön, hogyha... Rém, nem. Jó, gyertek ide fel. Fakeret? Rém. Fakeret, nyírjuk ki. Ez az. Várjál már. Mindjárt jön Maci. Pedig én szeretnék vinni haza húsit. Csak ne az oszlop fölött álljál, Andris, hanem közepebbre. Te már bele is lőttél? Akkor nincs is itt Pinky. Hát nem baj, hát most van nekem annyi. Én már Andrisba lőttem bele. Benne van a lábad, Andris. Azt nem szabad.
Nézzétek meg, medvére vadászunk, azt hiszem, én vagyok a medve. Csak szerintem Pinkit azért ne lőjél bele, mert akkor te rád megy abban a pillanatban, hogy... Nem baj, csak bele... utánam lőjél még az a hát jó. Pinki, nem szeretném, ha most halnál meg. Én sem, de... Hoppá, lent vagyunk. Levert a... Jó, de pont meghal, csak pont jöttek ezek, és nem figyeltünk az emberkékre, de nem baj. Ugye az emberek azok, vagy emberek, szóval a zombik azok, azok leverik alólunk. Szóval ember, zombik elől nem jó ilyen keretre menni, de állatok elől jó. Houston, baj van, nincsen nálam az évesző. Évesző? Előj, már meg. Na. Az már nem kell fel többet. Ja, ez maradhat, nem érdekes. Itt marad mementónak. Na megvan a husi, összeszedtük, mehetünk? Mehetünk. Összeszedtem, mehetünk. Én hogy lehet egy bunkós bottal ilyen? Komolyan mondom. Ezt látom. Ez a skill. Menjünk már 7 óra elmúlt. Bunkós íjas bot. Olyan bunkót fogja a kezdébe, és éjjel lesz, feszíti. Éjjel lesz, mire hazaérünk. Mennék, csak leálltam. Fussunk, fussunk, szaladj. Nagyon jó futok, csak a karakternek. Mindenki az utunkba esik. Let's go. Mehetünk let's go-ba. Néha lehet nem is árt, hogyha megállunk kicsit harcolni, mert legalább staminánkat visszanyerjük. De hát az a baj, hogy ezek túl sokan vannak, és ha mindig megállunk, akkor viszont öreg este lesz, mikor hazaérünk. Itt van Ricsi is, tessék. És van valami, amivel lehet a HP-mat tölteni? Hát azt kaja, vagy igen, tehát külön... Na itt van előttünk egy űzike lelövöd, vagy én lőd. Jó. Andris, dobd meg sima kérdeztem. Ezt észreszedem én. Vagy nálad van még hely? Nálam van hús. Hát az nálam is van, csak hely van még? Bőven. Akkor jó van. No, Andris lelövöd, előadtam a vadászmuskát, és így csípőből lelőttem. Elfelejtettem még célozni is. De olyan közel volt, hogy így, mint Old Shatterhand lelőttem. Meg se várat Pinkit, de van az, hogy... Hát, dehogy nem. Ja? Ja, ott van, előttem van már Pinkit, jó van akkor. Majd utolérem. Úgy találtam egy csinos feneket, és megyek után. Felé megyek. Mindig ez a pucsítás. Nem. Amióta a motoron pucsítottál azóta. Kicsit megdicsérem a hátsodat, és akkor visszadobod a labdát. Hát én nem tudom, kinek mondtad, nem Andris megy előtted? Nem, te hát kell, hát így jövő. Azt hittem Andris sem mondtad. Én azt hittem, hogy kettőm avval kezdődik, de azért ez már túlzás. Na várjuk össze szerintem egymást, hogy hol vagyunk lemaradva. Andris? Kéne valamivel meggyógyítanom. Van nálad kötszer? Sima kötszer. Sajnálom, de nincsen. Axel? Hát a, a sima van csak. Tehát nem gyógyító, hanem csak a sima van nálam. Aha, mert Pinky tudja magát vele gyógyítani, mert csak a szürkéje ment le. Tessék, itt van. Igen? Uh-huh. Na akkor tanítsuk meg, szevasz Peti. Szia Matyi, vagy Mátyás, bocsánat. Nem tudom, hogy... Egyet tudok. Hogy valaki nem szereti, hogyha becézik a nevét, azért szoktam teljes nevet mondani általában. Na. Akkor ezt berakjuk ide. Van két kötszerem, azért csak jobb lesz itt 20 hát. Akkor gyorsan szedek egy kis.
Na, szóval tanítsuk meg Pinkit, hogy hogy kell csinálni. Tehát, hogy itt, hogyha lemegy a HP-d, akkor két változat van, mert van egy ilyen kis szürke csík, amit ott látsz alul, az annak fel kell, hogy menjen lehetőleg maximumig, ameddig de csak tud. Nem megy ettől föl a HP, most igen, de konzervetni vagy. Na, de azért mondom, hogy hallgassál végig. Ja, Matyi, jó, oké, köszi. Szevasz, Joe, szevasz, Eagle. Én meg nem látom a fától az erdőt, illetve Pinkit, meg a többi. Várlak benneteket, hogy jöttök. Na, tehát és az a lényeg, hogy itt most úgy működik, hogy automatikusan is növekszik, de erre majd tudsz pontokat tenni, hogy gyorsabban automatikusan növekedjen az életed vissza. Csak hogy itt ez úgy működik, hogy hogyha meghalsz, vagy ha nagyon megütnek, vagy valami, akkor lemegy egy ilyen kis szürke csík is, eltűnik, és fekete lesz. Na most akkor viszont sima kötszert kell, hogy hát a sima gyapotból tudsz tudod azt az egyszerű kis bandást tudsz csinálni, és közben mehetünk, ha gondolod, nem tudom, hogy Andis hol van. Igen, menjünk. Na és akkor menjetek csak. Tudsz sima bandást magadra kötsz, tehát nem csak akkor, amikor itt vannak többen, tehát nem csak akkor, amikor vérzel, hanem ilyen esetben, és akkor az a szürke csík felmegy neked, és utána már tudod tölteni, de hogyha az nem bandázsolod össze, amíg nem bandázsolod össze, megjött Róka is, megjött a hátvéd. Tehát amíg az bandázsal nem töltöd fel azt a részt, akkor addig nem tudod feltölteni, ha a fenefenét eszik, akkor se. Na jó, annyira nem. Vannak ketten. De szépen lassan megy föl a HP-t Pinky, úgyhogy... Igen, csak... 56, hát... De nem tudom, megértette Pinky, amit mondtam, tehát, hogy... Értettem, mert így... kössem be a bibimet, lefordom, ilyes... Igen. Kössem be a bibimet, és utána... Andris, ne pazarold már a lőszert, inkább gyere. Én nem pazarlom. Hát tudom, mert láttam pont egyébként, hogy Lacával is azt csináltad, hogy elmentetek tegnap, mert néztem a live-odat, mindent ott dokumentál, minden, hogy Lacával elmentetek, nagy gyanútlanul beszélgettek, ő is megy, előtted, te meg fogtad, fejbe lőtted, íjjal, ő észre se vette, csak látszik a live-odon, hogy Lacának kiáll a fejéből a nyilvessző, azt úgy megy. De észrevettem. De én meg láttam a live-ban, hogy nagy humor, most meg engem lő egyébként, csak úgy mondom. Dehogy is. Mondom, vadászom. Pinky? Igen? Mondja a szemet ehhez a szemét kupachoz. Most mentél el mellette. Rakok bele neked kötszert. Jó. Vagy már van a napent, hogy látom. Most is helybe jár. Jó, már gyors bár is. Aj. Büdös kölyök. Kaját nem hozott valaki, vagy az már nem? De. Majd hazamegyünk, csinálunk egy csomó kaját. Hát nekem is van tojás, van husi, Andrisnál még több van. Más nem, akkor levágom. Mert hogy Andris azt mondta, hogy nem kell, mert van. Én hát de az már elmúlt. Azóta már megpofoztak engem. Merre megyünk? Várjál, a kéket kéne. Igen, gyere utána. Kikapok. Még elveszítem az áldozatot. Vízzel, hogy ez nincs kell? Már ittam egy vödör vizet, de nincs több. Egy volt. Igen, egy kicsit hamarabb kezdtünk, Joe, mert bejött Pinky, és 5,5 kilométerre dobta be a rendszer, és akkor elindultunk elébe, és akkor azért gondoltuk, hát akkor már hát itt vagyunk benne a játékban, akkor már csak bekapcsoljuk, mert így is elment már, most lassan este lesz, úgy elment a nap ezzel a kis rohangálással. Menni kell, mert 8:30 van. Már csak 3,3 kilométer. Jaj, jön valaki szembe. Menjél nyugodtan. Köszönjetek be Andrishoz is, ő is örülne. Aki tud, az küldön lucot Andrisnak is, mert örülne. Igen, csak ezt nem beköszönésnek hívják, hanem rédezik. 508. Lúzba Csíkbarú odaírta, hogy üdv, akkor én is üdvözlöm. Köszönöm szépen, amiket küldesz. Sündisznó. Na, ne sündisz. Ne, miért engem lősz? Hát nincs más, akit tudnál, hát annyi ellenség van. És a lőszer az még hagyja. De addigra már nem marad neki.
De nem. Gyerekek, látod, látod Laca, ebből látszik, hogy még fiatal. De hogy is. Én vadászok, mondtam már. Egy ilyet. Viszek. Hú, de laggola. Jó, de megijedtem tőled, utánad is csaptam. Jaj, Istenem. Hát van neked viselkedésed? Hú, legalább egy irányjelzőt, hogy valamit tegyél ki. Van viselkedése, csak kifogásolható. Ja. Te vagyok, ő meg ide fogja, és akkor átszalad az orrom előtt. Majdnem hátba vág. Igen, mert ott a távolban ott van egy... Szia, Kata. Üzes. Üzes fiú. Ja, semmi gond, hát mi kezdtük kicsit, hanem szia Miklós. Hát jó messzire indultunk, igen, mert tényleg Pinkit 5,5 kilométerre dobta be a rendszer, és elfutottunk. De hát mondjuk legalább így lőttünk medvét, farkasokat, meg mindent, úgyhogy olyan szempontból jó volt egy kis kirándulás, csak elment vele a nap. Hát már mindjárt este 9 van. Róka is eljött elébünk, én is várom már. Hűha, itt mennyien vannak? Gyere, gyere, gyere! Hát temető mellett megyünk el. Köszönöm szépen az 509. lúcot. Jó irányba megyek? Én valami sötét kéket keresek, az Andris, hát, utána kemben? Hát itt vagyok. Már jó irányba megyek? Gyere, gyere, igen, itt vagyunk. Igen, jó, gyere, van, jó van. Gyere, gyere, igen, hát, kék. Kezdtem megijedni, hogy... Igen, igen. Nem találtam egy csinos popót sehol, hát én meg itt szaladgálok. Nem úgy van. Ez már hát igen, én már csak rémizgetni tudok. Hát remélem Andris hazafelé ez megy, mert nagyon megyek. Ez a temetőt, ezt emellett már egyszer elszaladtam ma. Jaj! Na tessék, ilyeneket kellett volna kinyírni, Andris. Nézd engem. Azt kéne, amikor téged kibizsgálat mondani. Nya. Azért az ilyen közelharci fegyverek egy kicsit azért még óvatosabban, mert most azért egy-két ütésre is meg tudnak csapni, szóval csak úgy mondom, Pinky, tehát ahogy gondolod, csak óvatosan. Amíg megszokod. Egyes vagy kettes már? Micsoda? Kettes a bunkós botom, de hát azért na, nagyon... Na, köszönöm szépen, Zsó. Ja. Aranyos vagy, hogy itt voltál. És az íjad? Az is kettes, ilyet itt kaptam. Van Geri. Geri, hát te is bejöhetsz, ha van kedved, persze. Csak már most nem tudunk elmenni, érted, mert most jön az este, tehát... És ha gondolod, akkor várd meg a reggelt, de hogyha bátor vagy, akkor bejöhetsz este is, aztán futás. Instant futás, megállás nélkül. Ez mi egyébként itt, ez most? Ilyen házat még nem láttam. Hát sokféle házat, nem, ezek ilyen túlélő bázisok, így be vannak védve. Ezekben ja. Van kutya, meg mindenféle ilyen kutya jó dolgok. De ezeket majd alkalmattán, de nem most kezdünk bele. Jó, nem, ilyet nem lát. Jól néz ki. Na, te is lágolni fogsz, Geri. Na, király. Szia, Imi. Nem tudom, Imili még elmaradt. Vagy nem tudjuk, mi van vele. Hát ez csak hogy is gyűnő. Na, 21-20, hurrá. Jó, 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 szedem a lábam. Kicsit fura hang. Három óránál volt egy kis csúszómászó. Szia, Márki, küldjél utcot! Igen, aki gondolja, ugye Andrisnál is lehet nézni, a csatornája ugye ott van a videóm alatt, és oda is beköszönhettek Andrisnak, ő is az ő szemszögéből is most meg tudjátok nézni. Utána. Mindig egyenesen. Előre. Van ott például egy citromsárga, nem tudom neked milyen színű, a kis, az Benke Laci, igen, és akkor, na ő a citromsárga, tehát ő otthon van, úgyhogy azt nézheted, azt az irányt, a citromsárgát. Hát az majd már nagyon csúnyán néz ki. De az még mennyire vagyunk? 2,2-re. 2,2-re.
Úgyhogy még, meg fognak minket futtatni itt, hogyha találkozunk valakivel. Laca, hova mész haza? A váróba vagy a kis házba? Nem is állok meg ilyenekkel házba. Harcolni. Még egyelőre csak kis ház van, ahol, de változni meg kell csinálni. Ott az otthon, ahol a kicsi gyűjtök staminát, itt szakára jó lenne. De ne állj le szerintem harcolni. Nem, meg. Hát megyek közben, csak nem nyomom a sprintet, ennyi. Jó. Közben gyűjti akkor. Jó. Hú, valaki nagyon csúnyán hörök hátam mögött. Na csak az ihálás a futás. Megyek neki a toroktablettát. Na, javítok egy 100 métert az arányotokon, ugyanis eddig nem voltam otthon. Kicsit éjszakabbra voltam. Na, 2 kilométer van csak. Már ez nem sok, ugye? Az 5-höz képest. Na, nem. Hát ahhoz képest, hogy 21-40. Na, én lehet, hogy már most azt csinálom, hogy feljebb is vesz. Ja nem, nekem fent van. Jó van, hurrá, akkor nem is kell. Ha 100-asra érdemes felvenni a videó gammáját, Pinki, ha gondolod, mert akkor sokat dobhat így éjszaka, mert egyébként tök sötét lesz. Én mindent látok, ne aggódj. Hát elég szomorú. Berendezted. Köszi a lúccot. Majd beleragadnak, aztán nem futkároznak olyan vidáman. Igen, Ati. Hát meg talán megkímélik a falakat. 1,8, én látom, hogy haladunk. Hát ez annyira nem fogja őket megölni. Nem, csak nem nagyon mennek majd a fal felé talán. Szia, köszi szépen! Szia, Márk! Andris, remélem, hogy hazaérsz hamarabb, akkor finom kis vacsorával vársz majd. Viszed a medvehúsit. Én indián regényekből hallottam, hogy a medvetalp az nagyon finom, ezt mondta volt Shatterhand is, meg Winnetou, úgyhogy légy szíves. Valami finom vacsi. Medvecukrot nem kapsz, azt utálom. Pont azért nem kapsz. De csinálsz kaját, vagy téged főzünk meg. A szakácsul nem beszélünk, így mert éhen maradsz. Akkor megfőzzük a szakácsot? Kitanultak gyorsan. Végülis igazán van, léteznek kannibalisták is, vagy nem? Mennyi, 1,6-ra vagyunk? Azt Pinky, vizecskéd van még? Na most van zongora művek. Jaj. Hova? Menjünk el létek? Hát, legalább egyszerre halljunk meg? Hát nem kell, csak a staminát kell gyűjtögetni, hogy azért, ha futni kell, akkor tudjunk. Ott van egy gyönyörű hordavárad, ez nagy ment. Megnézem, van-e benne kaja? Nincs, jó. Hát én. Van melletted a másik is. Gyertek, már lekapcsolják a villanyt mindjárt. Lekapcsolták. Ja, eléggé. Eléggé setít van. Annyira setít hát van. Hát én mondanám, hogy fogás. Mit mondanám, Pinky? Lopakodjunk. Tessék, vannak problémáid? Szóljál. Ó, menj már. Visszatok hazáj. Na. Mit te gyújtottál a lámpát legalább? Jó, messziről meg is meglátnak minket, jó? Mire számít? Ide vonza ők? Az biztos. Zenem rám? Ja, az biztos. Igen? Uh-huh. De már. Hát a zajra hát is, ezek a zajra is nagyon érzékenyek most már, tehát... Hát, igen, igen. Tehát lősz egyet a levegőbe, rohannak oda hozzád. Tehát most óvatosan kell ilyenekkel. Van valami fegyvered, amire... Nem nagyon értettem, mit mondtál, mert aggoltál, de milyen fegyverre gondolsz? Shotgunon van. Reperkit, ha kell csináltam, vagy 8-at még. Hogy le vannak itt maradva. Nem is utánam jönnek. Most konkrétan jól állnak a fegyók, úgyhogy... Menjük megütögetett.
még másfél zombi és 20-as szinten vagyok. Na, hajrá magam. De éjszakai fények ilyen zöldesek, most, jó. Hát most százason van a gamma, tehát elvileg ilyen éjszakai gamma az ilyen szokott lenni. Hát ha 200-asra felveszem, akkor hát az már nem is tudom, az ilyen nagyon furcsa volt, mert kipróbáltam. Én nem tudom, hogy hányos van. Éjszakai így szoktam ilyen százason. Hát nem tudom, de hogyha azt mondjátok, hogy rosszul láttuk, akkor én feljebb veszem szívesen. Én rosszul látok, de azon segít a szemüveg. Szia Tündi, itt van Redi Huga, Pink és a többiek megszöntem a disznális. Köszi szépen, aranyos vagy. Szia. Na nincs sok hátra, már csak egy kilométer. De ezt már fél lábon is, nem? Várjál, közben akarom menni, miért? Egy ötödön. Na, nem volt benne tojás. Eső, Axel, mit csináltál? Lejártad az egységet? Itt volt egy hátizsák. Itt még nem esik. Láttad valami hátizsák? Az hátizsák. Nem hátizsák, az kavics. Nem, ez egy szőrös kavics. Vagy egy szőrös hátizsák. Jó, sötét van. Kavics vagy hátizsák. Mondjuk ha a medvéből kipakolod, majd ha a medvét kipakolod a bundájából, akkor lesz egy szőrös hátizsákod. Igen. Jó nagy szőrös köcsök duda. Skoltot kifelejtettem. Na itt másik tényleg. Na hoppá, hoppá, megtalált. Megtalált mincike. Meg szerintem melyik fajnak nem adtál még neve? A játékosokat. Fog legelőbb érni. Szerintem Andris én. Van közelebb. Én nem csak értem. Futok, nem törődök semmivel, mindenki egyen zsömét kiflivel és szaladok haza. Esik. Szerintem esik. Igen. Itt másik. De ha bejárathoz értél, Andris, akkor állj meg majd egy picit. Ott valaki szalad utána. A Ricsi. Én utána? Nem, Axel után. Én próbálok utána kockára. Másik. Ajaj, csak jön egy másik is. Ó, az anyátokat. Látjátok? Na, most látszik, most már találkozott. Na jó. Akkor is ütlek, ha még ér. Ma, mi van? Megvan mindenki? Kicsit megijedtem. Én meg egy kicsit megáztam. Hogy én se tosizek, de na. Erre a dombra emlékszem, nem sokára otthon vagyok. Itt csak zombi medvék szoktak lenni, de egyébként mindjárt otthon vagyunk. Mert erre sem emlékszem, de azért fuss. Igen, de azért most már van rajtam páncél, úgyhogy páncéling. Úgyhogy jobban bírom az ütést. Elképzelte. Arra lent éve mielőtt hazaérni. Sivatag van vagy? Andis, főztél már valami vacsorára? Axel, előtte hagyj érjek haza és olyan vacsorát kapsz, amilyet akarsz. Sőt, még pizzát is csinálod. Még csak a gondolatai vannak itthon. Én. Milyen jól fogok bányászkodni, milyen jó kaját fogok főzni. Megvárlak benneteket, gyertek. Próbálok tojást szedni, de állandóan csak madár. Hát, de van már nekem is üszek. Mehetünk. Na, mehetsz, visszaálljál itt előttem. Ebbe sincs semmi, de azért kinyitom. De jó, király. Ez a reflex. Igen, simán rányomtam. Tehát nem az ujjam megnyomta, hogy ők. Fussak már, vagy valami. Ez az. Króka, szedd a lábad. 4-500 méter.
Ki liheg ennyire? Használd, mert hát én lihegek, mert kicsit túl súlyos vagyok, vagy nem tudom, viszek itt valami. De akkor adjál át valamit. Gyere ide, itt van két oltívják. Annyira nem, tehát egy darab réz, nem tudom, gyertyatartóval van több, mint aminek kéne, de már ettől... Na, üssed már. Haladjunk. Jó van. Lehet, hogy gyárthatnék valamennyit. Mindegy. Axel, hozott hajat, hozott kajcsi? Én csinálni, főzni valami. Hát van nálam ez is, az is. Nem mondom meg, hogy mi. Madár látta, finom kis husi, meg tojás. Bejött a stamina, úgyhogy... Jó, hát sétáljunk. Kicsit sétálunk. Ez nem úgy van, hogy bezabálok lyukából, és mi... A lyukából mondom, csak kettőt egy egyszerre, az nem... Na, hát vissza is vettem, ahhoz egy gyors báról nem merek, Isten őriz. De mi van? Semmi jó, akkor most már fussunk. 2:20. Laca, te hol vagy? Melyik vázisnál? Házba. Ja, házba. Hát akkor mehetünk mi is oda akkor. Ott az otthon, ahol a hűtő. Igen. Te most hol vagy, Andris? Te hova mentél? Én itt vagyok a házba. Te is a házba? Akkor megyünk mi is oda. Hát főzzél vacsorát. Jól van. Valakinek főzni is. Portaváróban még nincsen semmi, úgyhogy... De még nem érdemes már. Az nagyon üres még, azt most kezdtük el nemrég csinálni. Vagyis kezdtem el alul csinálni. Vagyis segítettek kezdeni el csinálni. Három. De ti jöttek hárman? Merre kell menni, na? Igen. Hát mehetünk, amerre a többiek is vannak, csak beadottam egy kupica vizet. Iszolt! Csúvansat! Ez már a házikunk itt. Ez már itt az. És most se haltunk meg. Kajcsi! Husított a iglét, és kapsz kajcsi! Hol a feljáró? Bent. Most már bent. Ja, most már bent? Akkor Axel. Menjünk vissza be. Jó, be. Akkor bent van most már. Mi van? Bent van a feljáró. Kicsit szédültek a férfiak, oké. Hol? Ott egy van, felett szemben. Nem találod meg azt a létrát, hát akkor... El tudom kapni a létrát? Azt hogy? Azt nem tudom, de mindenki el tudja. Csak egyedül én nem, mi? De az nem jaj, lehet, hogy aki túlsúlyos, az nem tudja, mert lehet, hogy... Na jó, majd ezt összeszedem valahogy. Hát ott Pinki se tudja. Ez magasan van. Pinki, nézd. Pinki, gyere onnan, teszek ide egy fakeretet, gyere onnan egy kicsit, gyere hátra. Picit messzebb kell állni a létrától, és akkor eltalálja. Ah, hol tettem? Mehetsz fel. Meg beleverjük a fejünket a létrába. Gyerünk fel. Jó, hát próbálom. Most már fel tudsz. Azért ezeket a hangokat jó hallgatni. Ej mi a kő, gyerünk. Még egyszer. Válsz egy kicsit, Pinki, legyen staminád, de annélkül nem ugrik semmi. Ja, hát igen, tényleg. És staminával kell ugrabugrálni. Lehet aludni! Aztán! Hallhattok veletek, léci? Andris, majd elrakod onnan az ágyat, hogy azt a kereszt gerendát... Itt miért nem lehet nekem lerakni a szét hálózsákomat? Miért ne lehet? Valaki nem lesz baráta? Lehet, hogy a Claim... Nem tudom, de benne vagy már, barát vagy. Ki a Claimbok? De akkor is barát, tehát akkor annak már be kell jönni. Gyertek vacsizni! Hoppá, minden láda tele. Jaj, én vagyok a legkisebb hármas. Még az enyémbe ide fér, amit én raktam még, mikor ide jöttünk. Miért nem lehet ide nekem darab? Készül 30 darab szalonnás tojás, békönös tojás. Ahhoz, gyerek. Akkor én is beállok a sorba. Kell egy kis szalonna tojásom. Nekem nem lehet. Róka mellé akarta feküdni és nem hagy. Én teljesen piros. Próbáld meg ide, Pinki. Hátad mögött. Semmi, hát mindenhol piros, már végigcsüggöltem. Két blokk magas. Itt meg sárga. A sárga az jó, a sárga az jó. Az csak annyi, hogy claim blokkon belül van.
Na, én ebből na, hát akkor én ott alszom. Jó. Ez most az... Ott volt sárga. Jó. Ennyire tőlünk. Aha. Nem alszom veletek, azt még be is halazom, az a külön néz. Ki lehet mennetek tőre, vagy csak szét lehet verni? Akszette, hol van vissza a zétbe? Nálam van egy csomó vas. Jó, mert nálam is van, és akkor jó, majd akkor lehet visszamegyek érte, csak elkezdem még rakosgatni én is. Azért jöttem ide át, ettem egy, hogy is mondják, ott ettem, és akkor... Mondom, másfél zombit kell ülni, és csinálhatom a vasszerszámot, hogyha érdekel valakit. Az hát, nagyon jó. De hogy fogod csak a zombinek a felét megölni? Hát úgy, hogy majd ilyen partiba vágjuk. Ugye 80%-át biztos, hogy megkapod érte. Mennyire értünk itt túl. Annyit kapsz a zombiért, mint egy rendes emberért. Meg akkor a bicikli szerintem, akkor a vascucc meg a bicikli. De össz-vissza itt három darab. Jó, meg lehet különböztetni, hogy melyik a vas, meg melyik a fa. Facitot lát. Nem pedig. Ezek már elvileg akkor fel vannak itt fejlesztve. Meg kell kérni egy zombit, hogyha ráüt, mindjárt észre lehet venni, hogy a fát a szétvel viszok gyorsan. Ez biztos. Na. Fog minden izé fából van. Kicsit megnövelem a kert méretét lassan. Eléri a maximális méretét. Na, most értem a végére, kifogyott. Akkor megyek vissza egy kis vasért még. Itt lehet kertet csinálni akkor? Persze. Már van egy. Megyek vasért. Hogy létezik az, hogy alóverából én nem... Azt is ki kell tanulnod, Pinky. Valaki kitanulta már? Már a kertészkedést? Nem, az alóver magot. Ja, hát az is mégis ahhoz tartozik. A fizikához, a fizikához arra gondol, hogy az elsőt kell kitanulni, és akkor akármit tud csinálni. Na, amit mondott most bajom, szót se jöttek. Mindjárt. Pillanat, kipakolok magamtól, és utána értelmezem, hogy mit próbálsz beszélni nekem, tehát... Jó. Ja. Teljesen újjak a... Na, ez milyen hangod? Magor, hol vagy? Te vagy a barnak, azért nem látlak. Jó. Te lent vagy fent vagy? Vagy merre vagy Magor? Fent. Fent a tetőn, vagy hol? Igen, igen. Beraktam a telládádba valami 220 vasat, nálam melyik? Maradt 130. Ja, hogy ide kint. Ja, jó. És javítókészlet is van, nem tudom, tegnap itt akart, valamit meg akartál javítani. Ja, kaptam aztán Imitől, de... Kitől kaptál? Imitől, kaptam egyet. Tőlem kaptad! Hát egyet tőled is, meg egyet Imitől is, igen. Azért mondom. Engem mindig kifelejtesz. Ja, de ezeket nem lehet egyiket sem. Biztos megérdemled. Azokat nem lehet. Jó, a Pinkis van, megyek, sírok a sarokba egy kicsit. De csak halkan. Jó, halkan igen, többünk ez zavarsz, igen. Oké. Okay. Most már kész, most már elegettek álltok. Most már jó lesz. Ja, elegettek álltok, most már jobb lesz a hangulat? Igen. Neked. Okay, örülök neki. Ami nekem lesz jobb a hangulatom, nem nektek? Neked, rólad van szó, miről szemben? Már fejed. Mondom. Na, akkor ez is kész. Ez se kell nekem. Úgyhogy szuper vagyok. Oké. Na, hol hagytam? Azt mondja, hogy akkor mit kéne először kitanulni, akkor magukat mondjuk le tudjam gyártani, elszészkedni, de úgy látni kell. Van az utolsó, az intelligencia, hát az ötödik, hát a legutolsó skill.
A master szakács. Hát ez mondjuk nem állt, hogyha ennyi? Tudok gyorsan. Főzni, ugye? Gyorsan a seggére vertem a sok vasnak. Ami a master chef fölött van, azt is kitanulhatod. Akkor tudsz csinálni majd bandát. Alulevelából. Jó, hát azt még egyelőre nem. Tehát nem tudom, mi hiányzik belőle, de azt nem engedi az... Egészséged. Egészséged. Mindenki küld, mondja, hogy küldi egy egészségedre. Ez egy influenza. Mit süttessél a Katával ma este? Húha. Benne vagytok mind a két lábában. Hát ne egyél mindig pizzát. De azt mondta, hogy nagyon finom kókusztekercset tud csinálni, úgyhogy azt javaslom. Köszönöm Csíkbólónak az 510-et. Itt a padlás tetejében van egy pontom. Zárt láda. Ja nem, van nem zárt. Nem, már kinyitottam, abban két pontom, de biztos, hogy nem tudok ilyeneket tenni. Nézzük, mi kell ehhez a következőnek. Strange level 5. Hát attól nagyon messze vagyunk. Ez is kellene, játékos szint 20, na attól vagyok nagyon messze. Nézzük, hanyas játékos szinten van, 13. Ide. Wire tool, hú, azt most szereztem egy szerelőfogót, villanyszerelőfogót, na hát akkor mást fogom most. Hát el sem tudom, mi micsoda. Milyen játék? Azt mondjuk el, hogy mit érdemes rátenni, mert például nagyon érdemes, van ott az a van az a izomkéz, amit ott bemutatja a kis bicepsét, azon belül alulról a második, van ez a pec mul, azt érdemes felfejleszteni, hát amennyire csak tudod, minél többször, vagy minél többre, mert annál több mindent tudsz vinni magaddal, az egy nagyon fontos dolog, hogy többet tudjál vinni, mert különben kicsi az inventorid, ugyebár. Tehát az például érdemes. Uh-huh. Aztán alatta felette, az ugye a bányászathoz kellő dolgok. De ez mit jelent, hogy level 1/1, és akkor mondjuk tovább nem. Tehát ennek legfelül, a legfelső, tehát annál a kéznél, de a legfelső az attribute strange, azt is kell fejleszteni, akkor tudod, tehát ott úgy tudod nézni, hogy mi kell hozzá, csak mert ez a legfontosabb, hogy mi kell hozzá, hogyha ott a jobb oldalt a lakatra ránézel, tehát a lakatra ráviszed az egeredet, akkor mutatja, hogy játékos szint, hanyas szint kell, vagy tehát mikor oldja fel azt a szintet, hogy egyáltalán aha, meg tudjad venni. De felül megmutatja, hogy mennyi az available pontod, tehát mennyi a felhasználható pontod, és akkor azt annyit tudsz elkölteni. Csak például erre érdemes az erőre, hogy azért na, az ember jobban bírja, ne lihegjen, tudjon cipelni, pakolni, bányászni, ezek is nagyon fontosak. Aztán fázni szoktunk, meg melegünk van, akkor arra ott a keresztnél van, hogyha azt megnyitod a keresztet, akkor van egy ilyen hőmérséklet, minek hívják, egy ilyen hőmérőszerű valami, a well insulated-nek írja. Igen. És az, hogyha arra teszel, akkor jobban tudod a hőmérsékletet tolerálni, tehát és akkor nem fázol annyira, vagy meg se jelenik a fázás gombod, meg szóval ilyesmik, meg a meleg gombod, tehát ezek például. És hát a legutolsó például az az intellektuális, az a fejnél, ott legfelül, hát azon belül de vannak a kitanul. Például melyik kell lehet a HP-t növelteni? Hát az is a keresztnél, keresztnél van a healing faktor, az ott alulról a negyedik. És arra érdemes tenni, mert az növeli neked, hogy mit tudom, 110 vagy 120 legyen, vagy tehát mennyi legyen a max HP-t például. És a visszatöltést is. És a visszatöltés, várjál, az hol volt? A
Visszatöltés, visszatöltés, ez melyikben van? Az is itt kell pedig, hogy legyen ebben. Hát gondolom, ez a healing faktor lehet. Igen, de az csak az, hogy felviszi neked 110-120 stb-re. A healing faktor az, hogy másodpercenként mennyit healeljen neked vissza, ahol az életedet tudod növelni. Az ja nem, csak nem, kattintott, bocs, nem kattintottam rá, igen. Dolog. Jó, én nem kattintottam rá, igen, mert a legtetején van az, hogy igen, 110-120, csak a healing faktor, igen, csak nem kattintottam rá, mert az mutatja, hogy igen, 30 másodpercenként, vagy 15 másodpercenként, stb. Igen, csak én meg nem kattintottam rá, azért nem láttam azt, amit aha. kell. Tehát az mutatja, hogy mit tudom, 15 másodpercenként, nekem kettesen van, és akkor az nyom fel neked egy HP-t. 15 másodpercenként, hogyha már aha. felteszed hármasra, akkor már egész szépen töltődik vissza. De például a legelső ennek, ugye ennek a hílelős résznek a legtetején, ami van, azzal tudod állítani, hogy egészen 200-ig fel tudod vinni a HP-dat, a max HP-dat, tehát az meg az. És úgyhogy ez a fej, ahogy mondtad ezt a kertészkedést is, de ugye ott van legfelül ez az intellektuális dolog, ez a fej, és azon belül vannak például, amiket tudsz tanulni, hogy egyáltalán tudjál forzsot csinálni, meg autót, vagy motort, meg mit tudom, ilyesmiket, stb. Akkor kertészkedni, stb. Stb. Tehát ott vannak az ilyen okosodós dolgok. Legalább ott van a főzés például, nem, hogy szerint. Egyáltalán a legalsó, a Master igen. Chief az, hogy egyáltalán bármit tudjál főzni, mert már hogy egy sonkás tojást is, hogy meg tudjál csinálni, ahhoz már azt meg kell venni. Alapfőzés. Most... Kés sonkás tojásokat beraktam a ládába. Okay. Igen, igen, már egy kikám, most szia, már Geri. Én is itt. Szia, Hagan. És valakit tud akkor ültetni most? Hát ha van mag, akkor... De egyébként van kis kertünk, hogyha itt kinézel. De ha gondolod, akkor le kéne kraftolni magot. Vagy most az aloe verát, én nem tudom, hogy... Ezt lehet ültetni az aloe verát? Aloe. Én hoztam aloe verát, de az lenne jó, hogy elültetni, mert abból lehet kenőcsöt gyártani, érted? Hova raktad az aloe verát? Itt van bent a szekrény. Mindjárt kijövök belőle, jó? Csak lopok egy kis sonkatolyát. Csak nyugodtan, mert van itt a másikban is. Szerintem már én is a többiekhez. Ne árválkodjak. Na mi van ezzel? Nem lehet kilopni? Vagy magamban lehet csak szétszedni? Vagy most mi van ez? Hát most vagy kiveszem mindet, vagy nem tudom szétszedni. Jó van. Szia, Geri! Ben vagy? Szia. Itt ebbe raktam, de... Jobb gombbal tudod szétszedni felében. Egy... Hát a sonkatolyás képtelen vagyok szétszedni, hiába nyom. És mennyit kérsz? Geri, nálad is menni fog live-ba? Hát max 10-et most jelen pillanatban. Hát már megy nálam, ja, csak azt várom, hogy legyen reggel. Ja, kéne ennek. Már benn vagy a játékban is? Köszönöm. Hát csak a szervedre kéne belépnem. Ja, és a jelszót tudod? Nem tudom, megmondtam már neked? Vagy nem mondtam? Már nem mondtad. Ha tudtam, már ugyanaz. Nem ugyanaz. Akkor nem tudom. Na várjál, akkor elküldöm, jó? Húha! Ja. 8 magot tudok csinálni belőle. A tiéd az már 8 magos? Aha. És 16 szál? Aha. Ja, és ami újdonság, Pinky, hogy elég egyszer elültetni. Andris, hogyha nem mész el csákányozni most este, akkor add ide a csákány, mert én kimegyek, csak kellene vas reggel. Itt vagyok ment a bányába, csinálom a bázist még mindig. Te lent vagy a bányába? Igen, csinálom a bázis. Van egy csomó fanálam kell, Andris. Hát ha nincs rá szükséged, majd tartsam a bannán is. Azért szedtem, hogy legyen a bordaváróhoz. Kint vagyok és csapkodom a kavicsot. Jó. Az nagyon jó. Mennyi van nálam? 2000 darabot tudok neked adni, visszahoz hozzá. Apránként ezeket innen meg szépen átvisszük. Ott is csinálunk majd, ja, szegeket megkeressük.
És mellé ugrottam. Hát elég nehezen tölt. Ki kell innen, hát nem olyan sok minden. Hát nem vagyok megelégedve itt ezzel a... De mi volt a kertel, hogy egyszer kell elültetni, és akkor... És akkor utána ez folyamatosan teremni fog, igen. Csak annyi kiütöd, és akkor ott marad egy kis... Hát, mint hogyha akkor elültettél volna. Igen. Tehát az ott marad. Tehát, mert legelőször, ugye nagyon rosszul hangzik, hogy legelőször 5 darab kukorica kell, hogy elültessed, és ad neked, szüretelsz egy kukoricát belőle. Nagyon rosszul esik, hogy micsoda hülye üzlet ez. Viszont ez neked folyamatosan fogja termelni, tehát nem csak egyszer fogsz tudni, hanem onnantól elvileg örökké. Kapcsolja valami fényt. Kapcsolja valami fényt. Sütét van, nincs nálam semmi, sütét van, kész. De jó. Tudjuk, hogy sötét, de... Én nem vagyok, jó? Tessék. Igen. Köszi. Kérlek szépen, Leon, én hordavárat épít... Hát nem hordavárat, hanem a hordaváró alatt lévő bázist építem. Hogy így le tudjunk költözni békességben. És segít, hogyha túléled a... Hogy túléled a... Hova rohantál el, Poló néni? Júka, itt tart, nézek! Szia, napcsapat, szia, Dominik! Megvetted, de nem játszol vele? Ugye, de miért nem? Kétféle jutva. Mit vett meg? Dominik azt mondja, hogy Axel, én megvettem a játékot, de nem játszom vele. Ez nagyon nagy baj. Igen, most már tulajdonképpen egyre jobb, tehát most már azért, hát mi az első naptól kezdve, tehát hogy lehet vele játszani, játszunk vele, és hát tulajdonképpen játszható, tehát nem rossz. Ültessünk már el Jukkát, is jó. Viszont ezt valóban leteszem. De most a Jukkából kétféle ital hát készíthet. Egyenlőre... Hát az egyik nagyon bonyolult. Okos, olvassa már. Az egyik az elég bonyolult, a másik meg biztos, hogy ezt ide nekem le kéne tegyem, azon gondolkozom, hogy hát itt még én fejleszgetem, nem teszem még ide, én belülre teszem le ide valahova. De elültetek én Jukkát, a kicsi ital az ugyanúgy a sztaminádat emeli, mint rég. A másik, a juice, ugyanebből a Jukkából, viszont nem tudom, hogy mire jön. Ez segít a túlélőnek, és a többit nem értem, a hideg. Viselni, vagy segít túlélni a hideg környezetben, segít túlélni. Környezetben, aha. Hát gondolom, akkor fűtőital. Kicsit a hideg szigetelésedet növeli, gondolom. De hát strawberry extract, tehát ez az egy picikét bonyolult így előkészíteni. A másik Jukka juice meg olyan, hogy eleve víz kell hozzá, egy üveg víz. És hát... Nem kell víz. De egy bottle water kell hozzá. Csülek, aha. Úgyhogy inkább teát csinálunk, mint Jukka juice-t. Jó. Jó estét. Miért van nálam ennyire esüveg? Jó estét, nagyon sötét van itt. Nincs egy fáklyánk, amit meg lehetne gyújtani? De, van. Nem, itt Andrisnál nem vagyok a bázis aljában, de a mocsok sötét van. Most jöttem, hát tudok csinálni gyertyákat. Nem tudom, hogy kell. Valami kéne, igen, mert... Én meg itt ide elkezdem, ezt Andrisnak elrontom a játékát. De hogy skill kell hozzá, azt nézem, hogy már mindenhez kell. Gyertyához kell skill. Gyertyához nem kell, úgyhogy elnéztem. Hát alap valami kell azért. Hú, de jó dolog ilyen sötétben. Hát nem, semmi nem kell. Semmi nem kell. Na én lehet, hogy csak már főleg a nézők miatt is, mert itt aztán olyan sötét van, gyerekek, hogy... Nem lehet látni, hogy mit csinálok. Mert még csak láttam volna, de hát ti meg már nem láttok semmit így. És egy ilyen 10 darab gyertyát viszek majd le, hogyha elkészül. Most ez mit jelent, hogy van egy könycseppem, és azt írja, hogy 4 perc nem ihatok, vagy? Hát ha itt áll, akkor azt is mutatja, de a szomjas, vagy azt is mutatja. Hát ha vörössel mutatja, vagy narancsárgával, akkor így áll. Tisztok, és nem történik sem. Szépen lassan növeli, de azt ott, igen, lassan, tehát nem egyből viszi fel, hanem ez most szépen lassan kezdi el növelni. Ez már kicsit túl van egy ízlésemnek bonyolít.
Hát az életedet gond, is úgy viszont. Egy vizet és várjál vele, ennyi. Utána majd kiderül. Hát, meddig tudod? És akkor igen, tudod nézni, de amúgy meg tudod nézni, ugyebár a saját karakteredről, hogyha ott rámész, csak van még egy... karakteredről rámész, és felül ott van három kis jel. És a középső, ez a harmonik, vagy ez a milyen pánsípszerű valamicsoda. Igen. És ha megnézed, igen, ott látod, hogy hány fokosnak érzed magad, például, hogyha meg tudod nézni, hogy fázol, vagy nem. Ott, hogy milyen éhes, vagy milyen szomjas vagy, tehát ott látod végül is ezeket a dolgokat. És akkor el tudod dönteni, a szomjas vagy, vagy hát nem. Hát ezt is meg... Ja. Megöltem már négy zombit, mit szóltok? Megölt vagyok. Uh-huh. Geri, te meg jöhetsz befele, 3 óra 45. Pinky, mennyi kötszered van? Már bent vagyok. Na igen, 3 hát kötszerem van. Akkor jó lenne, hogyha... Akkor kiegészítem 10-re. Ja, Pinky, te vagy a főnök, vedd már be Gerit, légy szíves, mert nem tudja szegény, hogy hova jöjjön. 3,4 kilométer. Ó, hát egész jól dobta őt akkor. Na ide csináltam, Andris bátyám, nézd csak, ide csináltam most már ilyen tárolókat, egy párat, most kezdetnek elég lesz, de majd ezt itt az egészet ilyen tárolóval megcsináljuk, jó? Vagy ide alulra a gépeket, tök mindegy, mert valami csak, hogy ide tudjunk tárolni, nem majd feliratozzuk később. Ja, igen, zombitól loptam. Hogy elszkodják. Ez itt miért hiányzik, vagy ez hogy van? Hogy elszkodják, kemény vagyok. Jézusom, hát amit hiányzik a lépcsőfok. Azt néztem. Letérdelni nem lehet meg megadni hogy... magamat, csak így googolni. Hát, te nem látod úgy? Nem látom. Tudom el, hogy alig van benne lő. Jó. Te csak szaladnál. Én nem adok valami ruhát. Hát ruháink még nem nagyon vannak. Lekapcsoltam a villanyt. Lehet, hogy korai volt ennyire lekapcsolni. Ha meleg lesz, akkor legyen mit fölvegyél. Kezdem. Nappal van. Na, ja, az, nappal van, az egy kicsit. Andis, van nálad vas egyébként, hogy el tudjak vele majd menni? Mennyi vasat szeretném, barátom? Hát amennyi csak van, mert kelleni fog még. Hogy lehet most felezni, nem a shift-tel meg az egérrel? Megfelezni a jobb egér gomba. Jobb egér. 240 vas már van. Ja. Oké. Okay. Akkor nem kell hát melegni semmit. Van a 20-as szint, kezdem csinálni a szerszámokat. Ja, hogy ide kell ilyeneket rakni, nem? Jó, értem. Én kupizok, bocsi. Én voltam rendetlen. Nem, nap, hát csak nap. Hát, mégis időben vagyunk, ha úgy nézzük. Ötödik szia, nap. Dani. Reggel. Akkor ez a kajás ezek szerint? Meg az igen, egészség. De az összes többibe azt raksz, amit akarsz, mert ide fogunk leköltözni a Hordaváróba. A Trader mellett van, nem messze. Ott még nincs nagyon. Jó, hát én ide bekupisztam elég rendesen, úgyhogy most... Magol, hát megteszed jó nekem azt, hogy csináljuk a getés? Laca, nálad nincs véletlenül vas? Mit csináljak? Vas érc van nálam. Hát az kell. Mit csináljak? Akkor gyere ide, szöget. Meg a rácsra nem tudom kidobni, hogy leesik. Jó, nem igen, muszáj, csak nem majd, mégis te is berakhatod majd a kohóba, mert se lehet még bemenni a traderhez. Jó, ha majd, ha kinyit a tradernél kereskedő, akkor bedobom. Jó, fú, de hát sötét mennyi van, hát így meg nem érdemes elindulni van sehova, mert az orra még nem látok. Vagy feljebb húzzam erre a kis időre. Ez mi is adat? Nem tudom. Csak addig tényleg nem tudok elindulni sehova, mert olyan sötét van, hogy nagyon. Nem tudom följebb rakni. De, jó van, megvan. A hálám üldözön téged. Nézd, majd merüljön majd... Megdolgozok azért az ingyen játékért. Pinky, vedd már be légy szíves a buliba ezt a kis ragacsos sárga izét, a Gerit. A kis harapós ragacsos. Itt a... Mert akkor jelenik nekem, hogy megfelelő. I betűt nyom meg, és akkor... De okay, már megvan, már jöhet. Ne. Hogy Geri, te nem igazolsz vissza minket, Geri? Hát igazold vissza. Egyből akarsz élni, Geri? Meg Imi is. Ja nem, most hogy van ez? Ja nem, Imi nincs. De Geri, te is igazold már vissza, nyomd meg az I betűt, légy szíves, akkor tudsz bekerülni a buliba 3 kilométer. De hol? Bent van már. Hát csak én nem látom itt felül, vagy itt van, nem? Pinky, Magol, Róka. Csak ötöt tud kijelezni, mert... De miért? Raktam egy csákányt,
hogy tudjál dolgozni. Hova, nekem? Nem, Pinki van itt állva, ja, én elindulok. Vagy várjál, mi van velem? Hogy? Pinki. Hát ugyanaz. Dolgozni. Hova kell menni dolgozni? A kajásládába raktam csákányt neked. Jó, jó. Megyek. Nem ennyi, ott állta előtte. Jó, nem olyan egyszerű az meg. Megfordulja. Ó, micsoda csoda szám. Geri, hogy ezt el a föld alá kell menni? Geri, te hangba... Nem vagy itt, Geri? Fölött. De, itt vagyok. Ja, csak nem nagyon szoktál megszólalni. Minden rendben van? Hangszer, hol vagy? Igen, csak hát, dosz szegét gombot nyomok mindig. Ja. Én most elindultam Geri felé, de keresek főleg én is köveket, hogy valamit akkor én is ütögetek még hatig. Ugye? Hát nincs, mert nekiadtam Andrisnak elkunyerált, úgyhogy nincs. Erre jössz felém, akkor itt van még egy pár darab. Csákány? Nem, kavics. Ja, kavics. Hát kavics az nem kell annyira, de csákány kéne, mert én most akkor én nem hát, tudok megint dolgozni. Kővel. Hát akkor itt hagyom az elmet, 3 percig gyártja. Köszönöm a lúcokat egyébként. Megmegyek gumit kell szedni a műanyag. Műanyag kell, srácok. Van idő, van. De egy vacsa. Az én csákányomat ott hagytam a hordavárónak. Jó. Magor, majd nézd végig a ládákat, mert össze-vissza mindenhol találtam 2-3 darabot, vagy találtam, láttam 2-3 darabot. Mit? Műanyag, polimer. Azt összeszedtem este, de hát összesen... Nincs annyi, amennyi kell, na. Aha. Meg nem is tudom, ma ízé is munkat. Csak a kóba. Akkor elviszek mindent a munka. Testért mi? Dúbi-dúbi, bá, barúbi-dúbi. Hol lehet itt a... Azt hittem, mondtam, hogy... Amikor van itt valaki, most nem azért. Illihág. Hát én teljesen félek. Mik ezek a hangok? Ez itt milyen hely ez? Ismerős ez? Mert volt régen is ez ilyen kajálda. Hát csak szerintem ez kajálda. Az kajálda. Ott már voltam. Ah. Hello! Na, hol van Geri? Ebben az irányban. Kertstüde is van. Úgy nézem, hogy egy picit mehetek arra, mert innen összevertem mindent. Az összes kavicsot. Ó, van itt tám azért még. Egyébként most megkezdhettek ide lefelé is pakolni. Ahogy van. Mi volt ez a hang? A telefonom. Telefon hangjelzést adott. Hogy még él. Nem vették meg a zombi. Itt egy Jedi lovagd lány. Ahsoka. Még egy csákány elkészült, az meg a teládádból leszaksz el a kéményed. Ja, jó. Szép jó estét. Na, halló. Azt hittem már nem jössz. Restauráltam a mellékhelyiséget és kicsit elhúzom. De legalább szép lett. Laminált padlóból csináltam egy hátfalat, és ilyen narancssárga színűre festem. Elég vadul hangzik. Hát ilyen halvány barack sárga. Baleseti nyomok nem látszódnak rajta, Max. Mindegy, ennek úgy látom, tök mindegy, hogy guggolva lövöm, vagy állva, tök mindegy. Hát ha a guggolba lövöm, és
rácélzok, tehát hogy ráközelítek, akkor három fejlövés egy rendőr. Hát, igazság szerint én meg hiába lövöm, egyszerűen tök mindegy. Igen, mert te sima íjjal lövöd. Hát egyenlőre még igen. Pedig már hát van később persze, később az lesz, hogy persze leszaggatom a fejét, de most per pillanat tök mindegy, hogy lövöm, mert semmi. Van egy pár kompozití a lád. Hát még nem láttam, mert senki nem kettő. Szólt, hogy van. Hát a tábortűz melletti ládákat néz. Attila, hát drága barátom, ha van kedved, akkor itt a lehetőség, csak egy nagy baj van, hogy megváltozott a jelszó. Majd átküldöm, csak kicsit nyugisabb helyen legyek. Miért van ez itt? Akkor ne itt menjek be, hanem az ablakon. Rosszul kezdődik. Van nyitva abla. Ja, lehet, nem ez az ajtó van nyitva, nézzük. Ez nyitva van? Ja, ez nyitva van. Nem. Oh. Nyitva van, de nem ott. Igen, a másik. Gyere! Így van, Dani. Jó, teszik. De ott láttam volna valakit az előbb. Vagy rosszul látom? Az nem én voltam. Ott csücsül valaki, ja. És itt? Ott is ott csücsül. De még láttam én valakit itt. Hoppá. Na ott nem fogsz tudni kijönni. Csak mutogatod a mi csodádat. Hát lövés közben ki tudom vele venni. Ez a jó horda váró, gyerekek. Tök jó. Adohat kutya! Na. Nyugi, Gedi, nyugi van. Hát nem hozza vissza. Nem hozza vissza a fadaragot, ja. Hát hányat hasba lőttem már? Azt mondja, hogy 3, 4, 6, akkor még egy még belefér. Én meg dumálok, csak ki volt kapcsolva a mikrofonom. Tök jó. Az jó, az mindig buli. Kösz hatásod. Magor, azt a csákányt nekem raktad a hordaváró tetejére? Hát a legszemfülesebb, aki elvisz, igen. Az én. Egyedül vagy. Hol vagy? Te már öt. Nehogy elkezd ütni az autót, nem akarok felrobbanni. Nem mondhatnám, hogy találkoztál felvel is közöldjével. Na, ott tartottunk, hogy ez megvolt. Kinyitott a Trader Axel. Akkor ez volt az a hang, amit hallottam most. Mit hallottál? Valami sípolást és valami beszédet hangos bemondóval. Ja, az a Trader volt, a kinyitott. De, az a Trader volt. Szevasz, Béla. Szia. De most például itt nálam csönd van, átmeneti csönd, tehát el tudom neked küldeni. Egy pillanatot várjál. Jászom, jön döglök. Várjál már, hát nem látlak. És látom. Pla 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 Attila.
Ez a jelszó, és akkor még annyit, hogy már egy pillanatot még egy Attilával. Ja, de jó, te kék vagy, jól van, mert a kékek be tudnak jönni. Ja, de nem is a live-os szobában vagyunk, akkor meg tök mindegy, akkor amúgy is tudsz jönni. Jó, és akkor a jelszót azt átküldtem. Jó. Jó, kukyám. Nagyon dolgozok. Én is. Hát nem tudom, lehet, hogy szintet kéne lépni, mert hogy itt mi? Szia, Béci! Kányozni is rémát. Na forgács, hogy csúszik ott le gyerekek, ott tök állat. Nagyon jól csinálták, csak olyan harmad gyenge vagyok ezzel a fadarabbal itt ütöm ezt, hogy, vagy ezzel a kőcsákánnyal, vagy kőbaltával. Össze-vissza beszélek már. Köszönöm Csík Barónak az 512-dik. Tényleg Enigma, megjött már a munkából, vagy lehet, hogy hamarabb kezdtük, és lehet, hogy ő még nem is jött meg. Kb. Egy 20 perccel kezdtétek előbb. Igen, hát majdnem egy fél órával hamarabb, mert ugye Pinky bejött a játékba, és eltűntek a nyilvesszőim, amiket elindultunk elébe, aztán hát mivel nagyon hosszú volt az út, és út nagyon telt az idő, hát mondom, ez nagyon sok idő eltelik, és akkor ezért inkább elkezdtünk hamarabb, hogy hát akkor, ha már úgyis mi megjátszunk vele, telik az idő, akkor elkezdtük. Igen. Úgyhogy Andrisnál is. Hűtő. Imádom a Discordot, leharapta a végét a mondatodnak. Igen. Hát jó. De szerintem a nézőknek nem, mert ők nem azon kell. Ki lett a királyni a csapatban? Hogy belelőttem. Hát ők az OBS-en keresztül hallanak, úgyhogy... Igen, igen. Mondjuk az... De a nézők nem, tehát nézők hallanak engem, csak ti nem hallatok rendesen. Ja, hogy mi nem hallunk téged, az is. Jaja. És... De ez borzasztó, hát. Alig fejlődök, hát. Hát Pinky, ha fejlődni akarsz, akkor keressél egy Warnor hordát. Csak zombiöléssel lehet... Dehogy megyek, még meg se tudom. Igen, meg csapatban érdemes lenni egyébként, mert hogyha csapatban vagy, akkor ugye a mi XP-nkből is, tehát a mi munkánk által is te kapod az XP-t. Tehát akkor úgy csapat, megosztódik. Csapat. Tehát azért jobb csapatban dolgozni, nem úgy, mint én is, hogy külön vagyok. Elindultam Geri elé, aztán végén lootolok. Magor, mit csinálsz? Ezt kezdem gyártani a bicikliket, mert... Jaj, hát csókolom. Mi az? A frászt hozza rám, ez mit keresi? Sapkámat nem tudom még legyártani. Valamiért, szerintem az valami arra. Kidíszítem a fejedet, cicamica. Azért kérdeztem, hogy nem-e csatlakozhatnánk hozzád, és akkor... Hú, ho. Egy kicsit húznánk Pinkit, hogy följebb menjen a szintje. Most szerintem mindenkinek legyártom a baltát meg a fejszét, aki ásni akar annak. Baltát meg a fejszét? Hát és aki ütni akarja a zombikat, akkor annak az. Tehát egyébként tényleg kéne. Meg ásót is. Mert én is most azért nem ütöm a követ, mert üthetném, csak hát nincs mivel ezzel a kőbaltával, nem akarom. De mondtam, hogy egy darab csákányt fölraktam a ládádba. Jó, megyek vissza, megyek is. A másikat már ellopták, ami a kéményem volt, oda már ne is menjen. A hordavárótól is elhoztam. Kéményem volt! Azt is. Odaadom Axelnek akkor, hogy... Hogy ütlegeljen. Kiugrabugrál. Hát viszem a csákányomat, de valaki meg tudja ezt javítani? Imi bácsi megjött. Imi, nem mész el Geri elé? Annan, abból az irányból jön Geri. Hát jöjjön, fusson. Akkor én hazamegyek a csákányomért, mert itt is annyi kő van, ezeket mind lehetne itt ütögetni. Axel, hozzám, felém gyere, mert nálam van a csákányod. Te vagy a sárga, jó. Hát... Gyenge vagyok, mint a harmat. Hol az azt harmat eső gyenge. Közbe? Harmat. Állok a kő mellett, és várom, hogy fölmenjem aztán. Ne menjél olyan nagyon sokáig. Valakinél egy sör, vagy valami. Axel! Te voltál, aki elszaladtál mellettem? Ja, jó van, néztem. Te szaladtál el mellettem. Nem, te szaladtál el mellettem. Fogd rá a lagra, persze. Tessék! Ja, hogy Imi már néz, Geri. Jó, végre.
Végre lehet dolgozni. Nem is megyek messze. Hogy gyere be és segíts dolgozni. De elmond, hát itt rengeteg sok kő van, én itt nekiállok és viszem a traderhez, mert muszáj még, mert felülről upgrade-elni kell. Hát ilyen ötödik nap van ugyebár, hát van még idő, mert 5, 6, 7, tehát még 3 napunk van, 3x 2 óra hossza, majdnem. Tehát van még idő, de azért csak, na kell a vas. Kell még bőven. Nekem lassan kaja is kéne, hogy elnézem magam. Á, még van miből fogyni. Kéne. Jó, hát Attila, te is el tudsz jönni felénk, vagy hogyha külön akarsz lenni, akkor külön, ahogy te akarod. Meg hát nem tudom, bent vagy-e már a játékba. Még nincs. Még nincsen. Hát én ezt hazaviszem valaki elő. Van valahol kuhunk, vagy ne nagy szója? Kereskedőnél van, mert ahhoz is 20-as szint kell, és nem vagyunk még ott. Tehát 20-as szint kell hozzá, és a kereskedőnél, ami ott van mellettünk, egy kereskedő, ott kohózunk. Ott kohászkodunk. Na, jó. Megérkezett a munkahelyre, most onnan néz. Ez jó munkahely. Hát, hogyha erre megyek harcba, kereskedő. Uh-huh. Megvan osztva Béz néven, ha minden igaz. De nekem nincs meg, mert én most jöttem. De ha térképre bemész, akkor alul ott van a megosztott pontoknál. Mondom, hogy nincsen. Az eltűnik, hogyha kilépünk, azok a megosztott. Azok eltűnnek, ha kilépünk. Csak bent van, amikor meg... Eléd jöttem. De most tenkinek el leküldve. Már csak itt lenni most keresed, jöttem, vagy kit, mit keresel? A trader? Nem, most rohanok haza. Rohanok haza. Ide nem... Zászló. Találtam. Fogadd el Pinkinek a felkérését is a partiba. Ma megint jön valaki? Geri. Vagy mi van? Geri. Én már azt elfogadtam. Elvileg benne. De nem vagy benne. Hát benne van, csak azt beszéltük, hogy talán lehet, hogy csak ötöt tud mutatni egyszerre, de attól benne van ő is. Csak de őt nem látom. Hát én látom. Én látom, hogy hol van. Mondjuk most nem látom, de... De nem színesen látod, hanem fehéren. Hát, igen, de én is megnéztem, tehát ő dél... Lila benne van a partiban. Benne van elvileg, csak nem mutatja a bal felső sarokban, nem mutat ötnél többet szerintem. Én látom az iránytűn is. De igen, én is látom, tehát elvileg ott van. A betonkeverő megvan, munkapad megvan, workbench. Van a izé. Fiatalok. A kohó. Feljebb vagy? Nem, nem tudom. Ahol van egy. A cső mögött. Cső mögött. Hát igen, bemész a kapun, hogy... Okay. Egyenes cső. És kicsit balra. Kert, cső és... És egy kicsit a réder alatt. Réder lépcsője. És kert, hogy néz ki az a kohó? Nagyon meg. Geri, megosztottam neked az erőt helyét. Láttam. Na, haza léhegek, illetve nem is haza léhegek, mennyi is a 198, ezt bedom a traderhez először. Itt is van egy kis kövecske, ezt is szétütjük, ha tudjuk. Ha tudnánk. De szuper idő van, nem kell fürdeni, ma se esik az eső. Azért jó, hogy 5 méterről is megtudnak. Megtudnak. Szerón megtudnak. Azért annyi lag biztos van. Ó,
Na jó. Na jó, megyünk vissza. A kutya meg a macska. És fejsze... Bontom. Igen. És fejsze is van valahol magon? Nincs, mindjárt már megyek az a bicikli. Mert az mondjuk, ha más nem, hordára nagyon kéne, de ugye egyébként is jó dolog. Van is az a mondás, hogy eltévedt Axel. Hogy szokta? Várjunk rá. Hát ez a mi házunk, várjunk. Ja, ott a trader mögötte, jó? Csak azért nem látom, mert hogy egybe van, egymás mögött volt a kettő. Most ez is egy kavics... Ja, hogy ez a kis, ez a nagy kő volt, csak már akkor a kicsi van maradt belőle. Majdnem elkezdtem ütni, de hát ez... Hagyjuk. Amúgy meg kéne javítsam. Most jut eszembe. Tadám! Nem kéne levegyed már ezt a kámzsát a fejedről? Ne szóljál be! Jó, köszi! Jobban állna egy ilyen kalap, jobban állna. Meg amúgy máshogy, most még egy dolgot mondok. Tehát ugye régen ez úgy működött, hogy felvetted a szalmakalapot, hűtött. Felvetted a poncsót, hűtött. De most ha felveszed a poncsót, rajtam is van, annak van hűtő, meg fűtő igen funkciója is, tehát nyugodtan van bőr a bázison, nyugodtan csinálja a poncsót magadnak, meg szalmakalapot, mert ez nem csak hűt, hanem hogyha fázol, akkor fűt. Tehát úgyhogy nyugodtan vedd fel, az is egy jó kis ruhadarab. Sok bőrt ne keresem, azt még bármilyen váz. Na ide nézd, mit rakok neked bele ide, hogyha belengedsz. Ugye, hello, csak, bácsi! Csak lövök még egy kis anyagot. Egy darab ilyen, meg... Te úgy nézel ki magad, mint akit az Alien elkapott és rátapadt a fejedre. Rátapadt? Aha, oly de jó. Azzal küzdöttem eddig. Na, ezt már szeretem. Hát az nem tetszik, hogy nem lehet hallani. Nem, hogy van benne bicikli is, az kitette bele. Én. Most nekem? El lehet vinni? Hát igen. Hú, te Isten király. És akkor Axel már itt se lesz. Axel már itt se lesz, azt mondta nekem délután, hogy segít. Bázis csinálj, de hát menjen nyugodtan. Megyek segíteni. Valaki nyitva hagyta a kaput. Én, hogy beszaladok gyorsan, de... Állandóan nyitva hagyja. Én bezártam magam után. Tegnap is nyitva hagytad. Na. Most nehezen vesztetek már ezt, tök mindegy, belecsukva is kész. Vinyigli. Na viszont, akkor azt jelenti, hogy én szerintem az nem kell, de hát... Mit csináljuk? Na mindegy, valahogy így elosztjuk. Bickiri. Ebbe is lehetne valamiket tenni, ami mondjuk konkrétan most nekem annyira nem kell. Ilyet beleteszek, mert ezt még alapvetően nem is használtam egész idő alatt. Teszek vele, hát tök mindegy, ezt a ládába kéne igazából tenni. Ne menj el, gyere vissza! Ezt is azért teszem, akkor ez nem is kell, ez csak hogyha feldarabolok valamit, de akkor az oda. Jó, és akkor viszont... Halió. Akkor viszont... Hello! Hello! Akkor viszont hol lakom? Hogy is van? Ja, ott. Kanyar. Ja, igen, nem állítottam át az irányítást. Na, nem baj. Azért sokkal gyorsabban fogok haladni. Hát, ez a bicikli, ez a legnagyobb találmány. Jó, én ebbe behaigálok innen.
Jó, ezt meghagyom. Ja, igen, és akkor kivesszük a upgrade elő, hogy is mondják ott innen. És most mitől lehet jól fejlődni, tehát az ő most főleg az. Hiadja. Igen, az, de főleg, ha csapatba csinálod. Még ráadásul, mert akkor a többiektől is kapod, meg te is adod a többieknek is. El is fogyott? Gyorsan el tudom fogyasztani. Gyorsan el tudom fogyasztani, de nem baj, megyünk és szerzünk még egy kis vasat. Hát a szerszámot akartok, szia, Dani. Kéne nekem is vas. Ja. Hát szerintem bent vannak barátnak, meg mindenképpen benne vannak, csak azt beszéltük, hogy valószínűleg 5-nél többet nem jelezít ki, és azért néz úgy ki, mintha nem lennének benne, de bent vannak. Több függetlenül, mert is van dél a másik irányba. Ezt várjatok, ezt állítok rajta. Kerék, ez az, jó. Jó gombat nyomunk. Na most jó. Egy kék halállal később. Mi, meghaltál, vagy mi volt? Hát behalálozott a gépem. Ja, a géped? Oh. Szóljál, hogyha visszajössz, mert akkor újra beteszünk barátnak. Erre van. Hát szerintem most csak a játékot indítom el. Most inkább a nézetet hagyom. Jó. Ebbe is el lehet fáradni, hogy úgy jobban tekerem a biciklit? Igen. Látszik, abba is. Hát még most igen, később már nem. Most kéne bicikli versenyt rendezni, mert el is fáradnánk. Nem mindegy, hogy a nitrót mikor nyomjuk, mi? Megállunk kicsit követ farmolni. Na Attila, most csatlakozott, őt is be kéne vegyed, hogyha tudnád, Pinky. Oké. Okay. Hát itt most... Dani, az a helyzet, hogy rengeteg sok moderátor van. Van itt a játékosok között is, szerintem mindenki az, meg még a cseten is nagyon sokan vannak. De nem egészen mindenki, tehát most így is, Pinky vagyunk moderátorok. Egyébként. Hát teszem, szerintem Magor is, meg ki van itt, Imili is, szerintem Imi is az. Nem tudom. Én nem láttam, hogy az lenni. Vagy én nem tudom, de tényleg már olyan sokan vagytok, én direkt betettem szinte mindenkit, tehát már nálam van, hogy a cseten írkáltok, és mindenki csak moderátor, mindenki. De nem azért csak, hogy most szerintem nem tervezzük, hogy bővítjük. Hát, itt ingyen moderátor lesen. Csak azt mondom, hogy még egyelőre nem tervezzük, de hogyha... Pinky lesz a fő moderátor. Igen, de hogyha... De viszont kezdek éjjel szomjas lenni, úgy látom. De hogyha itt leszel, jössz ide rendszeresen nézni minket, akkor később lehet szó mindenről, csak ahhoz tényleg ilyen rendszeres nézőnek kell lenni. Mert hát máshogy nem is, nincs is értelme, mert hogyha csak úgy időnként benéz valaki, hát akkor nem is tud moderátorkodni. Mert hát ez egy szakma, ahogy Pinky szokta mondani, ezt tanulni kell, úgyhogy nem olyan egyszerű dolog. Én ez nagy felelősség azért, nagy felelősség moderátorkodni, tehát ez munka. Ez biztos. Igaz? Jó mondom, Pinky, mert ez munka, mert azért ott nem csak hátradől, és akkor kényelmesen nézi a streamet, hanem ott ugye kis ablakban nézi a streamet, és közben nézni kell a chatet, folyamatosan olvasni, hogyha valami történik, akkor reagálni rá, tehát azért nem olyan egyszerű dolog. Lopok egy kis vazsat, jó? Csapatot kell építeni a nézőkből. Tehát nem az a lényeg, hogy büntessük a nézőket, meg számok. Tanítsuk őket. Ki kell építeni. Hát nem igen. Feltétlenül a tanításon, hanem figyelmeztetésnek hívnám ezt, hogyha nem megfelelően viselkedik.
Igen, hát de ahogy... közösségépítés, ez nem egyszerű. Ahogy Dani is írja, igen, aki esetleg még nem iratkozott fel, az szeretném, ha megtenné. Jó lesne, örülnénk neki. És aki megtette és aki esetleg, akinek tetszik, az like-ot is nyomhat. Igen, legyen kraftolj kék like gombot, ha. Vagy majd kell mondanom. Fejeljétek le a like gombot. Be is teszem például, nézzük meg Pinkit. Sikíts. Mondjad anyának. Igen, mondjad. Mi van velem? Úristen. Sikíts, zavarba jöttem. Fejlődöm. Ide mamához, gyere. Így. Itt tartsd a fejed, szépen játsszál velem. Úgy tartsd. Már nem fogja meg tudni szerintem. Hát nem, de, ez egy örök titok. De nem, hát belettél téve a like-ba. Mint a kis, mint a kis Pinki, aki hívja az ellenséget. Jó, tényleg, mi van? Ja, hogy dolgozzak ezzel, jó van, tönkre ment. Mi van a régi küzdi montázsokkal? Hát az, most betettem egyet, most beteszem a másikat. Igen, sikíts ez az, sikíts, bébé. Bocs, akarom. Andris úr, te itt vagy a Hordaváróba? Mit? Én? Aha. Émi, mit mondtam rosszat? Mit? Hoztam egy fejszét meg. Nem tudok róla. Mit mondtam rosszat, Ibi? Még egy fejszel, hogyha valaki erre jár. Na, köszi. Azt írja Nagy Dániel, hogy az Andis live-ja is jó, meg az enyém is. Nagy Dániel már nagy fanom lett, hagyjál. azt kell szeretném kérdezni. Kaja van ott? Hát ja, az ezt kéne szó? Lassan, nekem is. Ó, danke! Itt is egy malasz, csak nem tudom megölni még. Rúgd fejbe kétszer és elterül. Jó, persze. Nézd el csúnyán. Én nem vagyok Chuck Norris. Hát Chuck Norris. Egyet pillant rá és már meghalt. Tehát az egész családja. És a hús is oda kerül hozzá az egész család. Na nem tudom, hogy... Még meg is főz eszemével. Sőt, már, hogy Attila például merre hát, tudod, a Minecraftban van egy ilyen kart, ha levágod a birkát, akkor hát, sült húzka. Kicsit messze vagy most. Így van. Na, egy olyan kard nem lenne rossz ide is. Hát nem. Megcsapkodnál a disznót és pörköltet adna egyből. A kata megírja, jó. 32%-on van a kaján. Látlak, Viking? Nem jön játszani velünk? De beteges vagyok azt a mindenit. Még 300 méter. Na, mindkettőnknél ott van Dani. Így van. Borzasztó ez a stamina, tehát hogy... Köszönöm az 5-13-at. Nagyon kicsi vagy, mindenre pakolni kéne. Sefát vágni, segkövet törni, csak állok itt a fa alatt, nézek szét, hogy hát ha valaki megtalál. Borzasztó ennek a játéknak az eleje. Ja. Másképp ezt idegileg nem bír. És mindig hírja, kifutott a stamina. Fogyott a staminából, fogyott a staminából. Alig van életereje. Egyél, így áll. A staminád rendben legyen. És amúgy, hogyha szomjas vagy, most is például azt vettem észre, hogyha most ittam egy pohár vizet, és a staminám sokkal lassabban akar lemenni, tehát hogyha szomjasabb vagy, akkor sokkal könnyebben elfáradsz. Például, az is egy érdekes dolog. Igyak egy vodkát, vagy mi? Nem, sima vizet is, hogyha iszol. 30%-on van a kaján. 14-es szinten. Hát de a kaja az nekem is lejjebb van, de... Viszont érdemes inni. Na jó, a gépen most mássa a kaja, az elején igen, csak nyögvenyelős ez a stamina dolog. Szerintem egy rendes takarítást nem ártana a gépednek. Most itt végén volt kitakarítva. Nem a port. Akkor rak vissza a ramokat. Rak vissza a ramokat.
Pedig benne van a 80 TI-t, az cseréld már egy 1080 TI-t. Kevesebb a fűtésszámla utána. Az biztos, meg az AMD után is, ha-ha-ha. A mostani AMD. De most milyen fák ezek? Bele. Ki akarom vágni, és nem lehet. Hát azokat már kivágni megazadom. Axel kivágta, és ott hagyta a hulláját. Ahogy illik. Ha ezt a fab kockát kirakta ide, akkor nem tudunk. Nem tudom, nem én. Én melyes. Pikinek lett odarakva, amit én raktam le, szóval fel tudod venni. Na, ja, de arra van. De erre van. Bedobok egy kicsit, ja, meg most kezdek kajás lenni. Jó. Mi elvihetek volna akkor tőlem is. Voltál tőlem 50 méterre. Most olyan azért fagyott le a gépem, mert valamilyen drive-et frissíteni akart a gépem. Hát, az se lehetetlen. Manapság most sem is lehetetlen. Szóval nem... Ja, szóval... Ja, hogy nem fér bele. Jól van, de nem baj. Fú, de lassan jön ez ki belőle, azt a mindenit. Ez a kis vas, milyen lassan jön innen ki. Jó, borzasztó. Nem tudom, mire itt neki vas le. Ja, de tényleg lassan. Még a mi házunk ez, gyorsan eszek már én is valamit, mert ha eszem, leszem, ha nem eszem, nem leszem, úgyhogy... Ott akkor már nem leszel? Na, nem lesz eszem, vagy mit? Itt egy bicebóca, az nem tudom mit keres itt. Ha nem eszem, nem lesz eszem. Így van. Én meg hátulról lecsapok neki egyet. Ja, lesz, amíg rám figyel. Most csaphatod. Majd az. Mire odaértem, elfogyott a staminám, nem tudtam rácsapni egyet. Nem baj. Jól van, Geri. Na, Magor, ajánlgattál még fejszét. Megvan még valahol? Vajon-e? Aha. Hordaváról a kaja. Valakik elvitték az összes kaját? Jelen van itt, találtam. Egyek, megverem Benkét, utána én tűnök el. Miért van ilyen kevés staminám? Megmérgeztek? Meg. Nem jár több. Járni jár, csak na, nem gyújt. Mik vannak itt? Mik vannak itt? Azt mondták, hogy vannak kompozit íjak, és annyira... Ja, de van, tényleg van. Három darab, kettő egyes, és egy kettő... Itt akkor egy ilyet kilopecolok, és akkor... Fel kéne javítani. És akkor fel is javítom mindjárt, csak hova is tettük a javítót? Ebben a kajásba biztos nem. Tudom, 100%-et kapom. Egyetértek. Valahol, valamelyik ládában láttam, csak melyikbe. Lehet, hogy a kéményben fönt. A kém, ugye abban már valahol rém lett, hogy valahol... Fenn a kéményben van. Felült. Ebben nincs semmilyen szerszám. Ó, farkas. Mindig ezt is akkor behajítja. Ez miért? Jó, remélem nem hittem én. Nem látom, mert valaki elvitte szerintem a javító cuci-bucit. Na most menekülök. Olyan. Fegyverjavítót egy darabot adtam neki. De volt itt már több. Volt ott 8. Volt itt több, de eltűnt. Én azt a négyet csináltam, magval jutottam fel. Felszel a fegyver. Ezt te meg honnan jöttél? Te honnan jöttél? Joyce-ikám. Kintről. Az X-szakrákba odaálltad. Van még egy. Jó. Ülök? Nem is ülök, hát akkor ezt a kis vasat beviszem, ha már itt van nálam.
Na csak annyi. Szerintem hogy... egyelőre csinál mindenkinek egy kis baltát meg egy... nekem, van ott. Hát ez jó. Kiütöttem besüllyed a fát, a és beesett a talajba. Az nem eldőlt. Az jó. Na várjál most ilyenkor. Ja, jó. Mehet itt. Mennyivel gyorsabban lehet így haladni ezzel a kis bickirével? De nagy zó. Jé, találtam egy olyan fát, amit lehet ütni. Akkor azt tessék szépen szétütni. Laci, nem, tessék szépen nekiállni és ütni. Mindenki kell használni a játékot. Akkor az már itt van a mi bázisunknál, a fegyverjavító. Egyszer staminát gyűjtök, egyszer fát, a kettő együtt. Ez van, ezt kell javítani. Sajnos. Én is így vagyok. Jó, ezt majd betesszük. Ezt pedig itt szétszedem. Hát én szét. Én szét bizony. Na de hogy csinálok egy relogot. Na mi van? Miért nem csinál ez semmit, hogy ez mávas lenne? Ja, ez mávas volt. Csak megadta magát. Ha, nekem is lift volt a különbségek, csak... Aha, nincs több. Jól van. Na jó. Jó, hurrá. Na hurrá. Hol kell akkor szerszámolod, tettétek? Lakásba vissza? Melyiket? Mi cselekvénkünk? Hol van a használható szerszámoknak a tárhelye? Kajásban van még, vagy hol raktátok? Vagy mindenki elhordtál? Ha a szerszám? Még nem tudok, ha nagyot ütni, amikor át szeretném. Magor keveset csinált, egy darabot csinált mindegyikből. És azt meg a bent alatt csinált 8 darabot, amíg te alukáltál a... Hol is voltál? Ott? Csak hogy pontosítsuk a dolgokat, igen. És hol van? Hol van? Nem tudod, hol van? Nem. Ja, de azt tudod, hogy mennyi van, de nem tudod, hogy hol. Hát amit a Benke elvitt, annyit láttam. Ja, annyit azt már nem láttam, mert... Azt tudod, azt hogy azon kívül, amit látsz, azon kívül vannak más dolgok is. De hol? Ládában, hol? Keresd meg. De melyikbe? Az könnyű mondani, hogy csináltam ezt meg azt, amikor nem látom semmit. Ezt meg kell keresni, hát most önállós, hogy hát... De ezt Andrés... kérdezzük, hogy a házban van? Nincs út. Csak azt kérdeztem, hogy hol van, nem az, hogy mennyi. Nálam nincs. Ja, itt egy út, meg van az út. Csináltam egy relogot, és eltűnt az egész derékszíjamból minden. Aha. Uh-huh. Ez jó. Előző részben én is így jártam. Na, szuper. Tehát azt az magát, hogy én fejszét tudjak gyártani. Ez az út, milyen hát út. Ez hülyeség. Igen, megőrülök. Jézusom, ez az út, milyen. Az szép egy út. Ez itt van éjszakra tőlünk nagyon közel. Itt egy nyuszi. Nyuszika. Nem szoktam nyuszit ölni ebbe a játékba. Ez a meredek. Ujj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 
Ez ezen az úton szóval menjen fel valaki biciklivel. Ez csak egy irányú, kérlek abból az irányból. Az tarohat. És itt a kutya, itt van a malac, minden itt. Na, kipróbáljuk. Kipróbáljuk az új eszközömet.
Lementél Limbo hintóba. Töltés? Hát, azt hívhatjuk úgy is, hogy az egy töltés, igen. Miklós azt mondja, hogy ez töltés, de... Na én ilyen utat még nem láttam senkinél a Seven Days to Die-val. Ez az út, ez egy kuriózum. Nagyon állat, ahogy kinéz. Másik oldala is ilyen... Nem lesz kicsit megnehezítve ez a játék? Hogy egy kicsit meg lett nehezítve, szerinted? Te meg ne bólogassál már. Évek kérdése. Mindjárt, hogy gyűjtök staminát, utána meg gyűjt. Ezzel szerintem gyorsabban fog menni. Jó, hát járok ennél a hülye fát. Ha bántja a szemem, nem hagyom itt. Üssek már rá kettőt, könyörgöm. Úristen! Na. Még balra, még jobbra. Itt vagyok ám. Hol? Nem te vagy a sárga? Egy dolog megötted, van, nem. Jó ebbe a törpörőse, ja, te narancssárga vagy. Nem annyira itt voltam már, mint a más. Igen, elnézést. Citromsárgára indultam el. Itt a madárfészekben. Ó, köszönöm szépen. Hoppá. Hú! Szuper! Úgy vett, hogy ez magor termék. Ezt az egy párat találtam a ládában. Jó van. Úgy lőttem fejbe, mint Robin Hood. Majd így minden lövés egy helyre ment. Aha, mellé. Nem, tényleg. Nem. Hát már fele, mellé, fele jó közül. Szóval így van. Mondta Miklós, hogy így célozzak. És bevált? Mondtam, minden lövés egy helyre ment. Nem tudtam a nyilvesszőket megkülönböztetni egymástól. Bebiciklizek már ebben a kis északi városban, nem jártam még. Az a baj, hogy a kohó az lassan dolgozik, azt most nem lehet már siettetni. Ott van a sok vas benne, csak hát ez a sebesség, amit tud. És akkor addig belovagolunk a városba, én vagyok az új sheriff a városba. Majd a zombik majd megmondják nekem, de hogy ez tényleg szó. Így van-e. Most megjelent a lúc, nem jelent meg a lúc, most mi van? Ugye csinálok, én csak nem tudom, lehet rakni valahova már a kohót. Persze. Lehet. Ezt csinálom már, vagy egy-két órája körülbelül. Lehet már, persze. Gyere, ahova gondolod, oda darakhatod. Milyen házak van. Várj, most értem, vissza eltűnt az egész inventory-m fele. Nagyon jó kis házak lesznek ezek, nagyon sok újfajta házikó, úgyhogy ezt szerintem élvezni fogjuk, ez jó lesz. Ú, Jézus, ez micsoda. Ezt lehet megnézzük, ez csak nagyon érdekes, egy bevédett valami, csak ezek mindig azért félek, bár nem, ez, szerintem ilyenben még nem jártam. Ilyenben még nem jártam, viszont azt hiszem a streamereknél láttam egy ilyet, hogy amikor felment oda, akkor megtámadták a madarak, de azért megnézzük. Mondjuk, nézzük azért. Hol van itt csapda? Valami be fog szakadni? Hát, jó, ki tudja. Nincs itt senki.
Nézd meg, kérdezd meg tőlük, hogy akármi. Veszi hadának is a lúcot. Itt van Ben Zsolti. Köszönjük hadán a lúcokat. Ah, itt a madár megjött, jó van. Jaj, ketten is, jó van, ezt viszont nem itt a tetőn akarom. Ezt a utcán szívesen, csak nem itt. Oké, ha már meg lesz. Róka, ha gondolod, van itt egy medve. Nem hol? Várj, az anyád. Itt mellettem. Csak én még nem nagyon bírok vele. Lőjön ezzel? Hát végülis ezzel lelőhetem. Sziasztok, mindenki. Biztos, hogy jönni fog. 800 méterre vagy tőlem. Ja? Na vége. Akkor gyűjtök egy alapanyagot szétlőm. Hol a másik madár? Andris közelebb van hozzád. Hol a másik madár? Kihez kell közel menni? Benkéhez. Ez is egy érdekes taktika amúgy, hogy a lő az ember, tehát ki lehet használni ezt a dolgot, hogy ezekkel meghallják a lövés hangot és jönnek kifele. Tehát mondjuk ez egy érdekes. Ja, dolog. Igen. De most már nem látom. Csak eltűnt a másik madárka. Mennyit tollat adott ez? Nem ad olyan sokat már, mint régen. Meg régen már amúgy is meghalt. Na jó. Na hát ki meg... Ki meg itt? Ez itt jó kis hely, hát itt vannak a... Itt van egy betonkesti, mondjuk ez nem jó. De ez jó. Ez viszont jó. Egy vegyész munkapadot találtam, ami jó. Na, az jó. Ó, mit ugrálsz? Apád nem cukrász. Mondtam már? Ha az lenne, akkor miért kéne ugrálni? Mert akkor adna cukókát. Jaaa. Azért lerakom az ágyamat. Na, akkor ne oda fölrakd, hanem gyere le. Oké. A medvével küzdök. Nyilván. Fújjon. Hát eddig nagyon jó. Hogy fogom azért nem semmi, neked kiszedni. Már ágyad van? Mi még csak hálózsákkal operálunk. Ja. Na, Andris, viszek neked egy kevéske fát. Ezen át tudok lőni a kerítésen. Hát, hát. Ez jó dolog. Mit adsz egy ilyen jó pofa darabért? És ugye azért érdekes dolog ez, mert látjátok, hogy itt megy el mellettem, és nem jön nekem. Tehát ezeket lehet irányítottan, szóval lehetne ilyen kis labirintust csinálni, mert ezt beszéltük Magorral is már régebben, hogy lehetne, tehát ki lehetne használni ezt a sajátosságát a játéknak, hogy tehát valahogy irányítottan vezetni a zombikat valahova. Láttátok, hogy üthette volna ezt is, jöhetett volna keresztül, de nem. Ő tudta, hogy ott a bejárat, és ott jön. És ugyanez a futó zombikra ugyanúgy érvényes, tehát ezt ugyanúgy ők is így csinálnák. Úgyhogy azért érdekes. Nem tudom, itt én mondt, hogy megpróbálok feljutni a tetőre. Fel tudok menni, vagy nem tudok, az a kérdés. Lehet, hogy nem fogok tudni. Megint beállítottam mindenre, hát ilyen nincs. Lehet, hogy így. Kaptam én meghívást? Nem. Pinky. Igen, kihez, Bill? Nem bírok felmenni, ez nem hihetetlen. Kaptam megkivert, úgyhogy most bezsebeltem egy magam az összes speed. Ja, vagyunk már, hát... Nem tudok, mitől nem tudok felmenni? Mi a fene van a fejem fölött?
Kövér be vagyok vagy. Ide ragadva. Beragadok. Hát ez de beragadok tetszett, ide. Mi a túró van? Mágneses cipő van rajtad és be van kapcsolva. De most mi? Hát ez hihetetlen, hogy én beragadtam ide. A, az a gond, hogyha most kilépsz, akkor neked is vége van a... Hát de nem lépek ki. Nem, én leszálltam a bicikliről. Aha. Nem lépek nem ment ki, sehova. Csak... Visszaszálltam, elbicikliztem, nem ment sehova. Fölkaptam a biciklit, akkor sem ment sehova. Sem. Akkor egy, csináltam egy rellót. Jézusom! Ami az üvemben volt, az szemasz. Így jártam az előző engem megtámadna valaki, akkor itt halnék meg, mert... Hát ez hihetetlen. Hova rakjuk, Andris mester? Ide, erre a falra akárhova rakhatod, az első két sorba, akárhova rakhatod. Ez nagyon állat így. Ahova gondolod, és akkor automatikusan hagyják ki neki három helyet. Mi? Ó, oh, valahogy kijöttem. Hogy tudtam ide beszorulni? Azt hittem berakod a falba, de így is jó. Gyere Ricsi, mutasd meg, amiről beszéltem. Hát te pont nem mutatod meg, mi, mert pont ezt fogod ütni, ugye? Ütöd? Ütöd, vagy csak megálltál? Jézusom, ennyi eszed van? Oké. Vagy ennyi, már nem is vagyok itt, én már lehet, hogy meghaltam. Ez a kerítés, ez tök jó, nem üti? Nem üti a kerítést. Igen, kiderül, hogy találtunk egy jó kis bagot a rendszerbe. Csákányt? Igen, meg ásó az egyelőre jó, még a kavics. Itt van, figyelj, csak dobom. Jó, menjünk ó, így, amerre a csali mondja, hogy menjünk. Ó, ó te meg még itt vagy. Andris, nem egy beszélni. Ó, köszönöm. Na szóval akkor. Hát van hol is lettél jó? Volna, hogyha nem itt? Meg egy fejszín. És hogyha azt, ami nem lement, akkor is a kötszert kell szedni? Vagy hogy lehet azt vissza? Azt a minát visszarakni, ha eszel, iszol. De iszok, de nem az... megy föl, tehát 87 per 100, és utána... Akkor egyél valamit. Egyek valamit, jó. Tuti sokan vannak benn, mi? Én nem szeretek itt bemenni, mert jobban szeretek a... Szóval jobban szeretek a főbejáraton menni. És majd egy meghívás kérnék. Rókanál a balta nálam van, itt. Dobom. Rókanál, mi jössz? De ma mindjárt ezt a kavicsot még... Vannak egy páran. Akkor menjünk. Hát csak bemegyek ott az ajtón, hát máshol nem nagyon tudok. Egy jobb itt bemenni. Magor? Szépen megkérlek, tudsz megcsinálni nekem is egy csákányt a következő alkalommal? Majd a következő alkalommal. Mennyit? 15-ös szinten vagyok? Vissza. Na hurrá. Most egy perc, te vagy itt fönt, vagy ki vagy? A hordavárom. Mindjárt fél perc, aztán elmegyek. 15-ös szint, na hurrá. Fél perc és elmész? Igen. Ez egy kicsit több információ volt a kelleténél, de jó. Igen. Lehetséges. Na jó. Az összes szuper moddol fegyverek. Na kukucs, itt van mögötte valaki? Fuhú. Kurva jó. Vagy valami? Van, hát. Milyen na, fegyver preferálsz? Vadászpuska vagy? Ó, akkor figyeld mit adok neked. Ide lerakom a... Jó, semmi. Nailgun mellé. Mi van itt? Semmi? Csak azt ne bagoldasd el. Van Nailgun, akkor hát mindjárt felmegyek érte. Tessék? Ott van, de... Egy vacak izé van, egyes puskám, arra nem lehet várni. Na. Ó, mindegy, rakd el, akkor majd lesz másik. Egy hát nem jobb, de találtam. Mégse jobb. Jó, valaki jobb, ide rakta ezébe ez a marha. Majd ide elmenjek ide be, ami... Az én kis csárkányom, és akkor megyek.
vasért. Na, na. Közben lopkodjuk a szerv vasát. Tudom, de az aranyért csak... vasért. Tudok haladni. Szia, Pinky, hát te merre rohansz? Hát én csak félkóztam. Hát ezt ilyen nehezen tudtam leütni, akkor ezt is... Hallottam hangfókat, és azt hallgatom, hogy... Ezt se vállalom be. Na, én meg bebúrom a szögbelőt. Szerintem mi van itt benn? Hoppá! Valakit fejbe vágta. Meg kéne feküdjed már magad. Úgy. Ez bőrt ad? Vagy nem, ez csak... Ez csak sima posztó. Prostó posztó. Bandázsoljam magam, azt mondod? Hát még... Na, csókolom. Ezeket hát, könnyű leütni, de a nagyobbakat már ez is nehezen. Eddig úgy repültek ezek, de biztos könnyebb volt sokkal a fokozat. Nem ismerem ezt a házat, úgyhogy nézzünk. Nézzünk, mint a moziba. Lehetett végülis egy bandást, igazatok van, mert csinálok is, de ebből meg még csinálok magamnak. Na hol van? Végülis még csinálunk is. Jó, van a... Igazad van egyébként teljesen. Igen, már ne üsd szét. Nem bírtam belőle, már benne nyitottam, és nem bírtam kilépni, és csak adott egyet neki. Semmi. Jönnek most már az acidok. Üres. Hát mi ládáinkban is van, vagy hat. Szerintem. Jó, hát csak én is már találtam az előbb is, de most is jönnek azért kifele. Still heard of iron. Csőcsém. Ó, most már van még egy kabátom is, de jó. Hát egy kicsit nagyobb felhajtásra számítottam, Andis, találtam egy fürdőszobát, van benne kád is. De ez azt nem, mondta, hogy segítesz szóraváról. De ez nem barikád, mert ez nem csak birkáknak van, ez emberek használták. Nem birka vagyok, nézegesd a kádadat. Nyugodtan. Milyen lapos tévé van itt? Megengedem. Mekkora tévé? Ez már projektor, vagy mi a túró? Mekkora nagy mozis csávókák laktak itt. Itt én, ja, nem néztem be mindenhova. Éppen a Hordaváró alatti bázist csinálom. Hát látod, megkapta a bicsit, és már eltűnt. Mi tűnt el? Én? Te. Ja, igen, hát, mesében az aranyóra hát körülbelül. Igen, mert nem, hát én nem tudom sietetni jobban a... ahogy a vas készül, tehát ez most be van tárazott, és így már most akkor eljöttem. Így most már nekem 3 órával ezelőtt azt ígérted, jó, segít ezt megcsinálni Hordaváró alatti részt, hogy minél hamarabb kész legyen, de te tudod. Én nem mondtam ilyet. Visszakeressem, beszkrineljem, elküldjem? Lassabban mondjad, mert ezt már dekódolni kell. Okay. Jól van. Hát akkor szerintem ez mit találtam?
hoztam új sítot. Shotgun barrel, sematic. Neked vannak szerszámaid? Ki vagy tartéva? Viszont egy ilyen hemüveget, hát, egy ilyen hemüveget felveszek. Ha itt van, ez, meg ez. Hát ja, ja. Biztos burzsujék, burzsuázia itt lakott, igen. Mekkora tévéjük volt. És nézték rajta a tévéhíradót. A másodikba. Ja, megvan. Köszönöm. Ez mi volt? Most én keresztül... Ja, ott volt valami. Hú, keresztül bicikliztem, kerítésen, de jó. Szerintem nagyobbat ne csináljuk, mert emlékszel, ez a map, ez nem az a map, amelyik olyan volt, mint régen. Itt leomlik az egész. Ha nincs megcsinálva a teteje, meg az oszlopok nincsenek bent, akkor pillanatok alatt... Megyek mindenen keresztül, ez egy terepjáró bicikli. Meg 48, csak 18-at ástál le. Köszönöm szépen a feliratkozást. Ennyire volt energiám. Best Games, köszi. Érezd jól magad itt nálunk. Jó szórakozást. Azért jó elfáradok még így is a tekerésben, azért még meg is nézem tényleg, mert nem voltak pontjaim, és nem tettem fel semmit, nem fejlesztettem, és pedig kéne. Öt szeret meg ilyesmit csinálni. Hol a bejárat? Itt van. Lent amúgy csináltam már ládákat, csak feliratozni kéne, és aki szeretne oda berendezkedni, az elosztani, hogy mit hogy csináljunk, hogy legyen, az csinálhatja. Jó, akkor ezt a pár dolgot. Na, én viszont megyek leadni a vasat. De most már izébe menni, bázisra. Bázisra? Hordaváróra, ja. Aha. Uh-huh. Hát, én most már ezt egy darab tojám, soha nem viszem át, én szerintem ezt hűrizhetjük ezeket itt is most már. Ja, és akkor itt van még ez is. Egy macsetét bedobtam, ha esetleg valakinek még nincs, vagy kellene. Nekem most semmi nincs, minden elbagolt. Akkor ide, itt bedobtam egyet itt fent. Meg pár pisztoly, meg mit tudom, ilyesmik, meg ilyen... Szia! Hello. Összetett így, meg vannak dobtam ilyen. Dobtam valamit. Struggle-e van. Megnézzük, hogy állunk itt. Lett készen vas. Oké. Okay. Még úgy akarom, hogy ezt az egy sorti megcsinálom is annyi. Ja, üveg? Húha. Ja, kinyomtam mindent, meg beraktam fával, majd kijön, és akkor ott végeztünk. Ja, hogy ebből már... jó. De már készül a vas is máshol? Már a benti kohóba is? Igen, itt van a... itt van lent. Igen. Jó, hát csak itt igen, is, igen, itt is igen, készül. Igen. Itt is még 400 valamennyi, de akkor megyek arrafele. Jó, de hát most... erre nyugodtan. És kaja az hol készül? Még itt a régi helyen? Az még a régen van. Mert akkor egy kicsit... egyszer annyi mindent nem tudok csinálni. Szevasz József! Jó, de Attila mindjárt. Hát, és felhábanító vagy. Hogy nem vagy ennyire multiverzális. Én se értem még mindig. Ja, nem is itt van. Nézzük, hogy... van-e itt valami van? 32 és 25. Jó, ígyunk is egy kicsit.
nézzük, mert még upgrade-elni kéne. Ha nem esnénk le nagyon. Szia! És akkor hozhatok fel, van készül a vas odalent? Hoppá! Megette. Igen. Na, hogy? Ki? Mikor? Most! De hátulról mi? Valaki kupán várogat. Nem kell segíteni. Ja, nem segítesz minket! 142 méterre tőle. Jó van, már palatoznak rajtam, de meg... Na, de el kéne indítani ezt is. Így jó lesz van. Indítsuk el! Szia Tünde! Tóth Tünde, szia Bóvi! Szia! Sziasztok! ugye, törzs, zúzs! Hát de az a lényeg ennek a biciklinek, hogy lehet mindenen keresztül menni, csak sérül milyen, a bringa egy kicsit. Milyen, hozod onnan a cuccomat, hogy ne kelljen visszamenni? Meg kéne nézni. Ja, az a baj, hogy én is tere vagyok. De hol vagy most, ja. Pinki? Odaadom a bringát, ezt el tudsz menni a cuccodért. Ó, dehogy. De odaadom, az tök könnyen elmész, nem lihegsz, menjél nyugodtan. Csak önt, vagy én hát nincsen nálam semmi, csúnyán nézek rájuk. Azt nézem, hogy te vagy a zöld. Akkor megyek oda. Gyorsan. Tanulj meg biciklizni. Visszem oda, hogy biciklizzél egyet, jó? Isten, őrűz. Ne már, ne röhögjenek. Nem fogja látni senki, mert azt nem tudom live-olni. Ja. Öp. Majdnem. De hol vagy, Pinky? Te még itt vagy a háznál? Hogy én hol voltam? De te látod, gyere Pinky, Pinky itt van a bicikli. Pinky, gyere itt a bicikli, mehetsz. Mindenki oda kell menni. Várjál, jelölöm. Pinky itt a bicikli, mehetsz. Tessék. Itt van, menjél te. Jó, jó van. Jó, mindjárt megnézem. Igaz, hogy nem női, nem női, de hát mindegy. Lehet, hogy kilátszik majd a... Szoknya van rajtad? Vagy nadrág? Jó, tényleg. Na gyere! Jövök le, jó, nyugodtan! Majd mindjárt megyek, már biciklivel, várjál! Nem röhög! Tényleg én lehet felugrok a csomagtartóra. Amúgy van csomagtartó része is. Na mehetsz! Hogyha a bal shiftet nyomod, akkor tudsz gyorsabban menni. Ha csak simán, akkor meg simán mész. Ja, és akkor várjál még, az irányítás, nem mondtam. Az egereddel irányítod, de hogyha megállsz, hogyha szó közel meg tudsz állni. Ha megállsz, és a bal egér gombot nyomod, akkor át tudsz váltani billentyűs irányításra, attól függ, hogy melyik a szimpatikusabb. Isten őriz, az egeret szeretem. Akkor szuper. Super. Magod, jobb oldali vagy bal oldali? Mi? Hát amelyikbe tegyem a vasat. Lalalila. A vasat úgy látom, hogy jobb. Hát nagyon jó. Hát majd lesz mindenkinek. Maga. Ezért sokkal könnyebb belehaladni. Nagyon suki. Ilyet akarok, ez tetszik. Hát közben meg itt lett még egy kis vas, úgyhogy ezt meg is nézzük. És akkor még upgrade-elünk egy kicsit. Nem rakok minden tollat egyenként kilőrekezbe. Meg én arra bíztatnék ezért másokat is különben, hogy ugyanúgy, ahogy Tünde is például, ahogy beköszönt ide, mert nem szokott általában, és meg mások is, akik csak úgy időnként beköszön, hogy tegyen meg, legyen szíves. Mert csak annyit, hogy beköszön, hogy sziasztok, vagy valami, hogy tudjuk, ismerjük meg ugye a nézőinket, hogy én is tudjam köszönteni őket. De persze csak aki akar, csak... Csináltunk már ilyet régebben is. Már. Igen, mert mennem kell. Jókát ledobta. Nem, mennem kell, tudod, van egy kis munka. Ja, már 7 óra? Ja, igen. Igen. Úgyhogy most egyet több van. Úgyhogy ja. Szerintem olyan fél óra körül lesz most. Meg kell várjam, hogy erőt gyűjtsön a karakter. Ja. Elvitte valaki a... Kanyarodjál már! Elvitte valaki az upgrade-elő kézi készüléket? Hát szerintem azt valaki elvitte, igen. Ne izéljetek már, hát én csinálnám a tetőt. Nem voltam, nem jöttél bázis csinálni. Hát én csinálnám a tetőt. Majd megcsinálom a tetőt, menjél dolgodra.
De én nem akartál segíteni, bázit csinálni, akkor megcsinálom életet? De én csinálom kívül, hát te megcsinálod belül, de most attól már elviszed. Mindjárt kész vagyok, jó? Mindjárt megkaphatod, addig is lesz csomó. Én már kész vagyok tőlete. Ezt akartam én is mondani. Mindjárt megkapod a kézi készülékedet. Hát azért ez nem mindegy, hogy ilyen sebességgel tudom csinálni. Vagy amúgy. Mindjárt kész van, mindjárt odaadom. Elloptad a jelmehem, elloptad, elkérted a csákányomat, meg mindent, odaadok mindent. Azt te adod oda önkéntesen. Hát, hát úgy, szóval hogy elkérted, nem. És utána meg nálam nem volt, hogy üssem. Nem vagytok ti rendetlen gyerek. Hát házasok szerintem. Hogyne. Szerintem apa és fia. Ja, az is lehet. Az így van, fiam. Mondd meg a tutit. Hogyne. Kanyarodjál már! Mindjárt megkapítod. Ezeket már idejebben csináltam. Ja, nincs több. Elfogyott. Vége. Elfogyott. Igen, nem olyan nagy része. Nézem már, hogy melyik hiányzik. Olyan, mintha ez a része már vas lenne. Úgy néz ki a dolog. Ez itt... Itt ez a rész hiányzik, ez fából van még ez a sarok, meg ez a sarok van még fából. Meg hát ugye az a baj, hogy alulról, ugye itt alulról van ez a dupla réteg, tehát ez még mind fa. Tehát ezeket még mind fel kellene még upgrade-elni. Most nem is muszáj a belső rész, csak azt onnan le is bonthatjuk majd, ez nem muszáj, vagy marad fa, tök mindegy, de ezt a legszélsőt, mert ugye itt fognak ugrálni a zombik, és ezt a legszélső részt itt végig, ezt vasból kéne megcsinálni, mert itt fognak ugrabugrálni. Meg legfelül kellene megcsinálni, hogy erős legyen, tehát ezt a részt. Mi van, elfogyott a... Ja, hogy nincsen több nyilvesszőm. Ja, hát úgy nehezebb. Igen, keresztvetett kerekekkel, de... Igen, mindenki a sajátját úgy látja, tehát hiába Pinky ült rá az enyémre, de én úgy látom, hogy te? Össze-vissza állnak. Ja, hogy erre, aha. Hát nincs több nyilvessző. Szevasz Géza, köszi, hogy beírtál. Erre volt. Jó, hát nem láttalak első. Te szemét. Hozom. Jó. Kész. Még egy van, itt a könyvesházba szaladtam be, csak bent is voltam. Nincs itt valójában. Itt már ezért van. Itt van a cuccom bent. Na, megpróbálom kiszedni. Ez viszont itt van. Farkas szétszedem. Szia Norbi! Szia Enigma! Szia! Google van, hát pont mondtam, hogy milyen sokáig dolgozol, hogy nem értél még ide. Aha, hogy nem megyek be, ketten vannak bent. Ja, itt is van egy csúszómászó. Van csomagtartója is a biciklinek, csak mondom. Hogyha lenyomva tartod a biciklinek a húvai gombot, szerintem a röbetűt a biciklin, akkor Pinky, neked mondom, hogyha lenyomva tartod a röbetűt... Most nem érek rá, várjál, nem, most ölünk. És nagyon nem érek rá. Pedig azt mondani, hogy a nők azok többfelé tudnak figyelni. Igen, hát igen, éppen három zombit nézek. Ja, oké. Vigyázz, még van egy, sarokba jön, ott, vigyázz, van egy csaj, meg egy kalapos, meg egy dagat, meg egy kuszó, meg ú, de sokan van. Ez az erőn léten valamit, de nem tudok, mert ez még mind, ezeket nem tudok még. Szerintem. Ezekre viszont, ezeket tudnék, mennyi 4 ponton van, akkor ezekre teszek, hogy egy kicsit jobban tudjak farmolni. Még van 2 pontom, csak nem tudom, mire lenne érdemes tenni. Nem merek oda menni. Tedd félre, majd kiderül. Mert amikor nem meg rám jön. Tudod, jó. Hogy igen, de ez mire a staminát, ezt erre viszont kellene, hogy tegyek. Ja, ezt szerintem rá is teszem. Mert ez most ugye a max staminámat felvitte 120-ra. Ja. Oh. Erre megérte tenni szerintem. Csak most per pillanat, viszont akkor hány százalékon vagyok? Hány százalékon vagyok? Most vagyok. 84, ez még, akkor most nem eszem meg ezt a kis... Nem eszem P még meg. Mekkora lakot csinálni?
Na, most mindenki kint van? 7-től este 6-ig, az kemény. Gyere ide. Megnézed, hogy mi van-e még itt bent? Igen. Szia! Jó, köszönöm szépen. Szia, Géza! Igen, Andrisnál is lehet nézni. Igazából nem tudom, Geri művek, ő teljesen eltűnt. Most ő nincs teljesen. Senki. Itt a backpack. Okay. Igen, jó, azért megyek. Egyből az nincs ott. Ez sincs itt, jesszusen. Ez itt van vajon? Ez sincs itt. Ez itt van. Hát jöttem a könyvesboltba, de úgy látom, hogy mi már el. Nem, hogy olvas, Pinky. Nem. Még nem mentem be. Nem, baj, akkor menjél be. Én meg hazaviszom a biciklit, hagyj legyen egy biciklije. Köszönöm szépen a segítséget. Köszönjük Enigmától a lúcot. Na, pihizzünk egy kicsit. Vagy kipróbálom azt, amit az előbb mondtam, hogyha iszok, akkor jobban bírom, nézzük. Most ittam. Mert múltkor is, amikor ittam, és nézem a staminámat, hogy hogy megy le, és szinte meg se akar mozdulni, tehát szöveg ott marad. Amikor ittam egy kortyot, vagy csak vizet ittam. És ez nem tudom, addig tart a hatása, amíg ott van az a csepp a fejem felett, bal oldalt. Addig tölt. De nem, hanem hogy addig tart ez a dolog a staminával, mert az lehet, hogy addig tart ez a nagy erő. Hát fél óráig tart. Az nem, nem, már most eltűnt. Most eltűnt, és majd most kíváncsi leszek, hogy az most mennyire fog lemenni. Na akkor... Még mindig tart. Kaptam egy ilyen. Kivágja a fát. Na, ez tök jó. Akkor nem csak addig tart, amíg az a vízcsepp ott volt. Csináljak még Andris. De persze, mindegyikből legalább kettőt légy szíves. Csak kemény köpésű lettem ettől az egy kis pohár víztől. Na, Axel, kell a kézi javítod? Hát most egyenlőre nincs vasam, amit javítsak, tehát konkrétan most nem kell, de akkor kellett volna. Meg majd kelleni fog akkor később. Akkor nem kapsz vasat. Majd később kelleni fog, de most pont nem. Fú, hogy tudom ütni. Azt a mindenit. Később töltöttem a biciklit, hogy így jutom. Három közül melyik a vasbeolvasztós? A két jobb oldali. Ja, meg nem csak az, hanem én betettem, hogy nagyobbat tudjak ütni, meg az erőnlét, hogy ne veszítsak annyi erőt, amikor ütöm. Még arra is tettem én az előbb. Tudja, hogy még az is segít. Hoztam, hogy 600 vasat. Tudja, az is ő segített. Vasat, meg lenyúlom javításra, mert tönkre ment a csákányom. Hol van ez az Andris? Elég is le. Itt kell még fáradjon, vagy mi? Nem, kétöttem egy tizet. Ennyi volt. Jó, szép nagy lett. Van már lent kaja is, vagy csak a berendezés? Nem, csak most berendezés van még. Oké. Hogy állunk itt, nem tudom hány százalék. Jó, ezt meghagyom. Hát most az eddig szerintem az túl kicsi volt. Igaz, hogy ez hosszabb. Megnézzük ide lent, mi van akkor. Szerettem, hogyha elférünk. Itt lehet ugrani is lefele, vagy az... Persze, ugorhatsz nyugodtan, persze, tényleg nem hozodok. Festettük a... Ez festve van, mi? Dehogy is, gyere ugorjál. Pont oda álltál. A legszélső vas. Hoppá! Most pont ráraktad. Ja, bocs. Ide az... A házai leparkoltam a biciklit, jó? Beolvasztásra váró dolgokat rakom. Oké. Jó lenne a felirat is.
Kinyitottam, írd csak Pinky, nyugodtan. Itt vagyok a hátad mögött. Igen. Tessék. Na jól van. Wow, köszi. Kinek nincs még izé? Szerszám? Hova kell még rakni? Nekem. És te hol vagy? Tényleg, akinek... Jelenleg még a város. Akinek még nem mondtam, hogy a délelőtt... Rakjam le, vagy itt a... Ordavárosba. Délelőtt csináltam egy ilyen autós, motoros... streamet, és ott aha. Megnézhetitek Pinky, hogy motorozott. Inkább nem. Igaz, inkább Pinky? Nem. Kamera volt rajta? Na, de lassan nyitottam. Sisakra... Hogy állok 74, na akkor most viszont benyomom ezt. Ja. Ki csámcsogott? Csámcsogi, az öreg Schuster. Látom a kajásba, essej, de... Jó. Itt egy próbálsz. Nem tudom, másik oldalt kell valami. Vagy szépen? De már... Oh. Andris, te komolyan azt akartad, hogy bebagoljak a... Rögtön, haltam már ilyenbe meg. Neked kéne feliratozni, hogyha fölraktad. Kinyitottam. Visszaadom ezt is. Tudsz írni. Azt köszi. Jaj, hogy mindenki tud írni, akkor jó. Igen, igen. Pont tényleg akkor áthozok a házikóból a kajcsikat. Mert mindent, azt elkezdünk ott főzőcskézni. Burgonyából még ültetni kéne, mert abból kevés van. Van valami burgonya mag. Hapci benyő, helyiségedre. Dobd le ide a kertbe majd, ha ráérsz. Thanks. Na nézzük, hogy melyik rész van, ezt itt ki este vedik, és nem nagyon is. Lehet látni. Ez méterre, ez a sarok. Hopp. Az hiányzott, az hiányzott. Hú, ki adott ennyi izét, nyilvesszőt? Én. Ez a sarok, ez 90. Ja, hogy ketten is adtattok, ácsi, én a kajásba rakok, jó? Vagy kétszer adtattok. Lesz, nyugodtan. Pakolj ki, de most komolyan, tehát... Kipakolok mindent. Nézzem már, hogy melyik hiányzik. Egy perc különben szeretném. Egy perc nincs, több van. Miért elfogyott? Oké, akkor, akkor többre mentem el, nyájvök. Annyira nem lehet látni, melyik a fa meg az ide. Nem baj, nagyjából. Hát akkor most nekem ennem kéne. Nagyjából már készen vagyunk ezzel a részével. De azért lepakolom még, a kajákat oda lentve, jó Pinky, a hordaváróba. Már tudod, hol van. Jó van, nézed, hogy mit hoztam, egy csomó mindent. Én is beraktam egy kis húst. Nem baj. Nem egy pillanat. Ezt visszük. Oké, és oké. Jó. Ha visszük ezt is. Snobberit, azt nem tudom, azt itt hagyjuk. Melyik irányban van a városom úgy? Dél. Hát van délre, de északba is, észak felé is voltam most előbb egy városba, tehát de a dél felé levő aztán az van a legközelebb. Most már lehet, nem megyek el. Hát igen, most hát egy kicsit húzós, de még elmehetsz nyugodtan. Jön az XP. Jön a sikítós. Hova? Ide hozzám. De a bázishoz? Igen. Ó, de jó, én most jöttem el onnan. Téged keres. Ugorj, nézd így. Nézd. Megjöttem. Ja, tudom, nem le akartam menni, csak elakadtam. Én most mit ütöttem szét? Egy rácsok. Gyere csak. Thank you.
francba. Ú, és jön még egy mögötte. Három. Három? Három sikítós jön. Tényleg jön az XP. Ó, tényleg ott is egy. Mit üttök szép? Négy sikítós. Mi felraktam a gyajtót. Öt. Azt kiderült, hogy öt. Nem lehet kinyitni, úgyhogy szét akartam ütni, de már mindent szétöttem. Öt sikító jön. Nem, azokat írtam, mert bejött. Azok most nem jók, hogyha... Írják, kinyírjam a sikítós. Jó, hogy láttuk, hogy jól működik. Igen, most a sikítósok most nem kellenek még korai. Jó. Hát még fából van ez a teteje, tehát itt legalábbis belülről. Ezt kell upgrade-elni majd. Ez tök jó, hogy ezt csináljátok, gyerekek. Ezt kell csináljátok. Ez a dolgotok. Ezt kell csinálni? Mit vagy ki gyöngyösen? Hát egy gyöngyös patat. Melyik itt meg? Valami itt meg is. Ez itt bekerült ide? Hogy került? Bebagolnak ide? De hogy? Képesek. Csak óvatosan itt felül, ez még fából van, ezt ne verjétek szét. Csak mondom Attila neked is, hogy itt felül, ez itt fából van még óvatosan. Nagyon hasonlít a vasra. Úgy néz ki, mint azért nehéz upgrade-elni és felül, mert... Faj, picit szürkébb, de... sötétebb. Igen, csak így, hogy minél sötétebb van, tehát így este fele úr nagyon rossz. Legalább kettőt szétütöttem. De... Ja, egy középen is jobban még a fősőben. Nézzünk. Így jól lesz. Sőt, hát ez a rész is még itt sajnos... Ez a belső rész, ez is még fa, tehát ez, na, pont bele is ütöttem egyet, tehát ez sajnos ez is még itt fa, úgyhogy még azért kellene sok vas. Ez a külső rács, ez a külső, ez már, ezt szokták leghamarabb ütni, de ez már vasból van, ez a külső. Viszont ez a belső ketrec, ez fa, úgyhogy óvatosan. Meg itt fölöttünk levő rész, ez is még fa. A legteteje, az a nagy tepsi ott legfelül, az hát a nagy rész annak már vas. Ja, látom, szóval azért még kell azért nagyon sok vas, úgyhogy csak a kohó nem dolgozik gyorsabban, sajnos. Hát az nem. Lustálkodik. Ja. És addig nem tudunk mi se gyorsabban haladni. Ugye este lesz, de én még az utolsó kis vasakat azért még kiveszem, amennyi kész lesz itt. Összeset tört ki, ja? Hát amennyi, ahogy halad, nem tudok vele mit csinálni. Axel, itt innen lentről is elbírtad egyébként. Hát onnan is vettem már ki, csak hát itt folyamatban van még, és nem tud jobban sietni. Mondtuk, hogy valószínűleg... Igen, Émi, hogy Andis lett a konyhás néni, igen. Szóval az a baj, hogy ugye mondtuk, hogy ezzel így valószínűleg gyorsabban kész lesz, hát mint hogyha vasrácsot csinálnánk. Hát végül is maga a hordaváró az tényleg gyorsabban kész lett, csak az upgrade-elés az... Tehát tulajdonképpen, na, hát ránézésre a hordaváró az tényleg készen van, és nem abban a helyzetben. Hát igen, csak nem abban a helyzetben vagyunk, hogy nincs kész a hordaváró, és akkor ott állunk, hogy Lukas, tehát végül is... Valószínűleg csak nyertünk így vele, hogy fából csináltuk meg, és utólag csináljuk a vasat. Lehet meg... úgy tekinteni rá, hogy a fa az csak a sziluettje.
Meg hát ugye azt tervezzük, hogy ha bármi gond van, mert hogyha ha kiütnek egyet-kettőt, vagy valami, akkor fából pillanatok alatt tudunk csinálni, ilyen, vagy lesz is tartalék, vagy valami, és akkor azt csak betesszük, például, upgrade-eljük, ami és nem akkor, craftolható, ami nem és tudunk akkor így gyorsan tudjuk pótolni, hogyha bármi gond van. Szemét. Ez valami olyasmi. A rövidcső kell a craftolásod. Azt tudom, de... Tehát az nem szemét. Mert hogyha valamit felhőzik egy ib, akkor mindenki oda fog mindent belerakni. Érted? Igen, azért szoktam elnevezni mindent. How are you? Bajtikám, nem unalmas itt egész nap csak itt egy helybe ácsorogni? Hogy mész ki így a WC-re? Vagy hogy eszel? Vagy mit csinálsz itt? Egész nap csak ácsorog. Az eső meg rácsorog. Traderrel beszélgetek. Beszélgetsz vele? Válaszolt már? Azt mondta, hogy how are you? Valamilyen varjút emlegetett, nem tudom, a vetésen azt mondja, hogy valami varjú. A vetésen. Igen? Hol a bánya? Hol van a bánya? Külszíni híres utolsó bánya mondat, holnap megadom a tartozást. Hát én is itt írtam a live magor, alatt ilyen híres utolsó mondatot. Gyertek csak, galambocskáim, majd várunk meneteket. Ezt innen azt, arrébb veszik, addig, és akkor ide azt megvárom, mert ugye már mindjárt fél tíz. Amíg ki nem dob innen a trader, addig szedegetem ki a vasat, hogy minél több legyen, mert még upgrade-elni kell. Aztán még lentről a hordavárulás készülnek a vasak, úgyhogy kell. Az rossz volt az úgy. kell. Vagyok már itt egy kört. Ez még ez kávé, nem? Ja. Na, ez egy jó láda. Nem tudom, ki rakta le, de az jó volt, az jó ember volt. Kérdezz meg Imit. Pinky olyan csendben van. Elment, majd visszajön. Ja, azt hittem erre volták az UFO-k. Na. Milyen is kellene, egy drog. Oké, menned kell WC-re? Bezársz mindjárt, jól van. Megyek én is. Jól teszed, menjél te is. Who are you? Hát ha are you a vetésen, akkor... is lehetne sütni, főzni, enni, csemegézni. Az hát a sok-sok meg... tojás elfogyott, vagy már levittétek magor a bázit? Magor, ezt lehet, hogy csak itt felejtetted, mert minden készült rengeteg okay sok mix. Jó helyen van az ott, most úgy nagyon úgyse használja. Ja, jó, csak azt hittem megfeledkeztél róla, hogy nem. Készült ott egy kis anyag. Anyag. És sorban kell kijönteni az anyagot, Excel? Libasorban, libasorban. Ezt most hogy ütöttek? Oké, akkor libasorban fogjuk felszipozni. Ritka, mint a fehér holló, akarom mondani, how are you? A wet Asian. Összejön a 100 darab. Jó, hát az is 10 blokknak az upgrade-elése, az is egy... Hozzátok le ide az ágyik jó összeg. Nem muszáj, 48, csak a hát engem mindjárt kihajítanak innen, de megvárom, amíg kidobjanak. És kidob, hát nem várom, meg úgyis most már 50 van, na most dobott ki, jaj. Kihajítottál, rendetlen vagy. Páros lábbal. Ja. Te meg ne remegjél, itt megyünk is hazafele, ne remegjél. Jó, gyere. Ja. Gyere, viszlek. Nord. Északnak. Nagyon-nagyon hosszan északnak, akkor van ott egy sivatag. Ne! Hát egyelőre csak lemegyünk a aljára. 68%-os a bicikli? Ezt Pinky csinálta, fogadjunk. 68%-ra leamortizálta a biciklet. Azért vagy, hogy megjavítsdom. Nem baj. Este van már Kiki nyugovóra.
Megjött a zongorista, az öreg zongorista legkisebb unokája. Ah, itt a sarok, ez nem. Minden utca végén sarok, de ez itt nem sarok. Hopp, itt lesznek. Itt maradt ki valami sarok. Csak az a baj, hogy látni semmit nem lehet, hogy most ez... melyik... Ja, ennyi volt. Ennyi volt, és akkor még lentről hozok fel. Megpróbál megjavítani, ha már itt vagyunk. Repa ír. Nézzük, hogy ez a bickiri, ezt el is tesszük. Jól van. 516. síkbarótól. Nagyon szépen köszönöm. Nagy síkbaró 100... egy nagyon jó ember. 110... Jézusom, belelőttem egyet. Azt a mindegy. Ott van az egyik ládában, hogy mi a cucc. Hova lőttél vele? Mit kell megjavítani? Egyik kohóba. De ahhoz kell... mi kell? Bőr meg... Nagyon jó. Majd megjavítom. Hát mert nem akart reagálni, rányomtam, mindegy, rányomtam a gombra, és az egér gombot nyomtam, hogy vegye át, na mindegy, nem mondom hosszan, de és mire befejezte, utána meg belelőtt egyet. Ki kéne belőle tárazni. Csináljuk mondjuk. Nekem is egy biciklit, Axel, ezt mehetünk kalandozni, ha gondolod. Ismertem hát, ma már nem tudom, hogy mennyire fogunk menni, mert reggel lesz, mire este. Hát ma már nem. Reggel lesz, mire este lesz, igen. Jó. Azt nézem, hogy ez megint egy kicsit felhasználó, meg nézőbaráttá teszem. Nem, hát ez most is úgy van, ez 92%-os, akkor jó van. Akkor meg elfejtettem nappal levenni a fény, nem szóltatok ti se. Elfejtettem, hogy nagyon világos. De van. Hol van a kovácsoltva? Én most vettem ki... Kohóban? Én most vettem ki a kohóból, mert upgrade-elek. Ja, hát azt... Jó, fejszével nagyot lehet ütni, csak sok a késleltetése. De készül még ott. Bőven, lesz ott még. Hogy a rohadjámik. Andris, látod az életcsíkomat? Igen. Mert én nem. Én nagyon kicsit látok csak belőle. Mit kell szenvedni itt a vasér? Na hát most viszont most úgy néz ki, most körbe megyek és megnézem, hogy mindenütt lette. Körbe megyünk, megnézzük, hogy hogy állunk itt a széle. Fel van-e fejlesztve? Az úgy néz ki, hogy igen. Közepe az kimaradt, nagyjából azt hagytam itt legutoljára, annak is egy része fel van. Tadam! Igen, itt maradtak ki részek. Azt hagytam itt legutoljára. Aha, és most fogyott, most fogytunk ki. Jó, de az nem is annyira lényeges, tehát a széle az a veszélyes, és akkor utána még tulajdonképpen ez nagyjából készen van a teteje. Ezt ugye itt ez alatt levő részt kell, ezt az egy csíkot így körbe, tehát ahhoz viszont, hogy is van ez, azt hiszem, hogy 15 15? Hát talán 15 hosszú, akkor az kellene, vagy 600, mert ugye 60, 15x4 ugye az 60, tehát az 10-re veszózva 600, tehát 600 kovácsolt vasnak kell lenni, mocsok sok, tehát 600, rengeteg, és az annyival fogok tudni ezt a külső részt alulról körbe upgrade-elni, hogy legalább az erős legyen, és akkor még nem vagyunk kész, mert akkor még azt a belső kis ketrec az még fából van, tehát az még egy törékeny fa, úgyhogy még azt is meg kell csinálni, úgyhogy ez még azért rengeteg sok kell.
Hát ugye jönni fog most a 6. nap, fog jönni, meg utána a 7. Tehát van még erre 4 óra hosszánk valós időben. Valószínűleg meg lesz. Ami főleg, holnap lesz már csak. És hát ugye főleg amiatt lesz meg valószínűleg, mert hogy ugye itt most már megy egy kohó a tradernél. Pinky elhagyta a játékot. Tehát megy egy kohó a tradernél, illetve megy itt lent is még 2, amiben készülnek a vasak, úgyhogy nem is így van. Le. Mi van? Nem akarok leesni. Jézusom, csak leestem. De hogy? Játékból kiléptem egyébként. Ja, igen, azt láttam. Megyek majd a live-ot azért még néz. Ma ilyes vagyok, megyek vacsizni. Csak nem merem itt hagyni a karakter. Ja, jó, persze. Jó étvágyat, Pinky! Jó étvágyat. Mit fogsz vacsizni? Hát igazából alma salátát, sajt. Meg még nem tudom mit hozzá. Mert... Na, legyetek jók. Megyek, megkeresem, hol van a láb is nézni. Sziasztok! Jó étvágyat! Hello! Jó étvágy. Akkor Axel, legyél te a parancsnok, és hívjál meg. Már én vagyok a parancsnok. Igen, azt átadta a parancsnokságot Andrisnak. Hát, ennyit még nőre se vártam, ennyit nem vártam nőre. Hát, jó, akkor csak lemegyek. Gyere, Axel. Csak lemegyek ide. Itt a vazsak. Itt is beütemezzük, így. Mindenki csak itt áll, legalább egy ülő garnitúra lenne, hogy leüljünk, vagy valami. Hát még nincs kész. Ehhez az egy dologhoz értenek, hogy ütnek. Na. Tessék, azt hiszi, hogy én most vissza, de én direkt nem bántom őket, mert ezek gyerekek. Gyerekek szórakoznak ilyennel. Azt mondta, segít, bántják, ezt már is csinálni. Bántják itt a kisebbet. Igen, kisebb vagy, 8 éves vagy csak. Ezért bántunk. Ebből nem lehet kitárazni a... Régen azt hiszem úgy volt, nem? Hogy ebből van ugye még 9 darab. Most régen ki lehet ebből letárazni. Hát most megfejebb elövöldözem zombikra. Azt még meg lehet sem. Mert most az előbb is belelőttem. Nem tudom, valami szurkapiszka. Ki tudott tárazni a fegyvereket? Nem a fegyvert, hanem szögbelövő van nálam. És abból nem... Ne esd le! Jába nézem, de nem. Tehát nincs ilyen. Régen ugye szét lehet, vagy hát lehet, hogy szét tudnám szedni, csak hogy még nem tudom szétszedni, valószínűleg. Mert szóval nem tudom. Vagy nem tudod modifikálni. De azt sem, nem is mutatja a jelét se, úgyhogy nem tudom. Császt. Leestem hozzá. Most tudod, mit, hogy csákányal mit ütök verek itt. Kéne nekem azt mondja, egy kis bőr kell, meg egy kis... Nyugodtan essel lesz, hanem. De itt sötétben nem látom. Egy kis föld kéne. Sötétben várjál, kapsz világosságot. Ja, ez az. Melyikben vannak ilyenek? Hol járunk? 12, tehát még... 9 blokk. Kell még egy kis föld, de mindjárt hozok. 14. Nincs egy kis föld valakinél véletlenül? Csak egy nagyon parányi. Én csak olyanokkal járkálok. Nem, a kohó mögött lévő ládába. Hát, hogyha valaki hozott. Mit? Ja, van egy kis föld, jó van. Mert jó van, semmi, csak megjavítom már ezt a kohót, amivel belelőttem az előbb. Melyikben volt ez kraftoláshoz ebbe? Ja. Ja, tudjátok, hogy az ajtókirincsből nem tudunk ajtókirincset kraftolni. Egy van 8, hát azért még 2-t még várni kéne. 1. Szia, Magor! Üdv neked! Addig Pink elfejtett lájkolni, látjátok? Majdnem elfelejtett. Na, megkapta a kis halacskáit, jól van. Andrisra ki tudnám tárazni. Látod, Hagan azt mondta, hogy Andrisra ki tudnám tárazni a szögbe lövődött. Teljesen igaza van. Meg is keresem.
Légy szíves, szögezz oda a falra, könyörgöm. Meg is keresem, mert olyan perna hajdár, hogy mindenkit bánt mindig. Én itt sem vagyok. Én kiléptem már a játékból. Nine? Nem árul el, ásik tovább. Nem is itt kell felmenni. Balgor, nem árulsz el, remélem. Én most elbújítom. Jaj, hát... Kár, hogy a kézzel nyilacskat adja, hogy nézzük, hogy állunk, melyik hiányzik. Milyen zöld nyilacska? Dehogy is, Isten mencs, nem, fúj. Nem, dehogy is. Laci, ne hazudozzál, légy szíves, az nem azt mutatja. Na, megérkeztünk. Akkor előre kettő hát, padlóga ez. Itt-ott kimaradt. Mit mondtam, mert rá na, ezt majd világosban mi megnézzük. Egy pillanat. Még? Ja, nem is tudok többet csinálni, mert elfogyott. Várjál, hol van a péder arra, ne ássunk. Elfogyott, nem is tudok többet. Jó, de szerintem a teteje az valószínűleg készen van amúgy. A teteje az valószínűleg készen van. Erre. Jó, hát ezt már jobban nem tudom. Jó, nem is kell. Jó van az úgy. Erre már nézzük. És akkor utána tényleg a következő rész, az holnapra fog majd maradni, hogy körbe azt meg kell csinálni ugye itt alul. Illetve ezt a belső részt névfél. Van, felkapcsolták a lámpát. Ezt a belső részt kell majd még felupgrade-elni. Majd erre a bejáratokra oda Magor, meg a többiek is, csak gondolkozzatok már rajta, hogy itt belül a belső ajtókat, tehát itt van ez a kis ketrec, hogy ott mi legyen, hogy jól van-e így, vagy valahogy máshogy csináljuk meg, tehát jó, valami más. Úgy. Hát jó, csak így több helyet foglal, tehát lehet, hogy valahogy máshogy is lehetne csinálni, hogy jó legyen, nem tudom. Majd azon gondolkozzunk már, hogy esetleg valamit lehet-e, de nekem, ha így marad, nekem az is mindegy. De lehet, hogy egy kicsit helytakarékosabban is valahogy meg lehetne oldani, akkor meg megcsináljuk máshogy. Hát vagy lehetne oda esetleg, azt is lehetne, hogy oda, azt is lehetne, hogy tennénk oda rendes ajtót például, azt is meg lehet csinálni. Nézd, már futkorászik itt körben. Na nézzük, lelövöm. Ah, lelőttem. Bocs, én voltam. De nem, én meg a szögbe lőjjel lövöm. Haha! De jó. Hogy nagyon sikítós ne legyen közte. Jó volt. Hát az ne is lőjem. Még pedig van egy. És ez is sikítani fog, mert össze-vissza elmegy. Elmegy. Mit csináltok? Ne menjetek el. Magor, menj arrébb egy kicsit. Még van menne egy. Majd. Nem tudok. Megcsinálom a feljárót. Rendőr! Csak segítek neked itt szétásolni. Ó, de jó. Apa kezdődik. Hol a rendőr? Ja, itt, ha hogy? Hogy, hol? Itt. Nem, létre. Jó, hogy egy lövető. Okay, az a baj, hogy a rendőr az, ezt a fa valamit ezt szétfújja, aztán csak nézhetünk. Jaj, bejött! Mondom. Menjünk föl. Hú, mindjárt halok. Jó, menjünk. Valami nagyon nem jól van megcsinálva. Hát még fából van, és a rendőr elfújja. Hát persze, hogy... De itt nincs, nem történt semmi, így is akkor meg, hát jó, de akkor meg bebagol, mert nem tudna bejönni, hát te se tudsz bejönni. Az, akkor csak valahogy bebagol, mert néha előfordul ilyen, hogy bejön egy-egy valami, és nem értjük, hogy, mert az... De most sok bejöttem. Az úgy. A teljesen zárt ketrecbe is be tudnak nyomulni így. Hogy tulajdonképpen ez... Hát azért van, legvégső esetben ide feljövünk, ide felülre, ez van. És miért megyek le? Legvégső esetben ide kell feljönni. Egyébként föltem észre. És azt a falétra, azt felupgrade-eltétek már vassá? Már az rendőr ne tudja olyan könnyen elfújni. Akinél van vas. Jé, még egy vendégünk van. Öcsém, álljál már meg egy helybe. Úgy fut, mintha muszáj lenne. Igen, ez egyre inkább ez Írtam. Van. Egyre inkább ez van, most már itt is van még.
Ezt a főkész. Szerintem már döglök. Ez már döglök. Egyre inkább ez lesz most már. Beindultak a kohók. Ugye hát ez itt felül csak azért nem olyan nagyon biztonságos, mert ide meg a pók fel fog ugrani, tehát ez csak emiatt az egy dolog miatt. Milyen ajtót akartál föl? Hát nem tudom, hát csak hogy tegyünk esetleg egy sima ajtót például. Az mondjuk helytakarékosabb, csak éppen nem tudunk átlőni rajta. Tehát legjobban ne valami rácsos ajtó, csak hát azt... Hát de itt mellett azért mellett. Igen, na elég sokat kitakar, főleg. Azt mondja, Bóvi is, hogy a szerver szinkronizáció miatt bagolnak be, single-ben még nem jöttek be egyszer se. Tehát ő is így próbálja ezt, ugyanezt, és hát igen, sajnos ez emiatt. Ez így van, sajnos. Szerintem is. Na, hát viszont, hogy állunk? Mondjuk így live az már 3 óra 6 perce megy, nem is ez a kérdés, hanem ugye hát az, hogy valós időben, hát még mondjuk nincs még teljesen 8 óra, de mondjuk az lényegtelen is, csak viszont hát ugye közeledik a reggel, hát megvárhatjuk még a reggelt, mondjuk azon nem múlik, csak szerintem megint akkor úgy kéne majd csinálni, hát most Pinky miatt hamarabb bejöttünk, de szerintem azt kéne majd csinálni, hogy akkor megint így reggel tájékán, reggel előtt, hát nem is muszáj teljesen megválni, csak hogy... Mondjuk való időben 8-kor. Igen, de hát jó, nem is az, csak úgy a gépidőt is, hogyha nézzük, most hajnal 1 van, de hát itt egy 4 körül vagy valami, tehát hogy nappal legyen, és akkor onnantól kezdenénk, vagy folytatnánk holnap. Mert az körülbelül úgy időben is, akkor úgy állunk majd. Hát, ha kapunk még egy kis támadást... Ó, és megjöttem, és lemaradtam a sok-sok XP-ről. Sok-sok rendőrbácsi, aki itt volt, az egy... Hú, Andris! Bejött a rendőrbácsi, bebagolt ide. Úgy hagytam a spirál klikkert még a live előtt. Tudod, mennyi pontom van? Az jó. Tényleg is megnézem az én pontjaimat, hogy hogy állunk. Jó, egy van. Na látod, Laci, többet kell emlegetni a pontokat. Aha. Hasznos. Ó, azért hamar elmegy. Azt talán jó, hogy 120-120 az végül is úgy jó. Hányos? Ó, és be is bagolt, mert... 16-os az még... Nem lehet gondolni az egérre. 16-os az okay. Még nem teljesen 20-ast kéne elérni valahogy. Rámolják-e mindent az övetből, hallod? Mielőtt kilépsz. Ezekről nem jó, csak egyelőre kell majd egy ládát kerítenem, hogy melyiket... Lehet, hogy nem is tudja megnyitni az invertorit. Andris még mindig a fejedbe van. Föl tudtam venni a biciklit is. Fölvettem a biciklit és reloggoltam. Kivettem. És ami az övemben volt, igen, az minden el. Ezek az autós témák, megnézem, az a baj, hogy ezek, pont a ládának azon a részén van a, csak viszont ahhoz, a megnyitási lehetőség, az ahol a tábla van fölrakva. Ahhoz, hogy egy biciklit tudjak csinálni, az mindennek a szintje a 20-as, a Forge-nak. Igen. Legtöbb dolognak, hogy egyáltalán beindulhasson. Nem tudsz mozdulni. Hát csak jobbra, meg balra. Akkor dobált ki. Ki tudod dobálni, és akkor összeszedjük. Az övegben elég szó. Hát nem küldened a lucot! Nincs sok a fejedbe, nyugi. 10%-kal kevesebb, ez... Aha, ezt csinálja a... Nem, hogy támogatná, hogy mehessünk együtt PUBG-zni, nem? Inkább hátráltat. Na még egy. Jó, eddig 10 lucnál tartasz? Na, azt az én előd, ez rála volt. Ja. Na most tedd nekem elsételtel itt mindenhova. Kincs, aha, ja, hát 7 méter, ja nem ezt kell. Én csak jobbra meg balra tudok mozogni, előre meg hátra. Fordulni nem. Ja. Ezt szerintem viszont erre kéne tenni, mert ez viszont segített, hogy egyre nagyobbakat tudjak lőni. Jaja. Ez sokat számít szerintem. Na erre rátettük. Erre. Na, Róka elhagyta. Ön szántából vagy?
Igen, újraindítom a játékot már. Ja. Előre, hátra, jobbra, balra, és ennyi. Fordulni nem lehet. Laca, neked megy minden? Teljes mértékben. Akkor... Amíg nincs biciklim, addig nincs gond. Well, igen, te, mert volt már, ugye régen volt, de hát ez nem tudom, minek a baja volt, de ugye régen volt olyan, hogy mindenki helybe járt, meg mindenféle, de mondjuk az hordakor volt, tehát a hordakor akadt ki többször korábban. Na, azt üssen. De az előző szerveren, amit ugyanerre az A17-re csináltatok, ott is ugyanígy biciklivel bagolt el mindenem az övről. Nekem is a biciklivel volt. Úgyhogy a bicikli bagos. Nem is szívesen használom. De hogy... Tehát, hogy a biciklivel mész, és akkor történik valami, és akkor... Nem tudsz leszállni róla, mert leszállsz, akkor se tudsz mozogni. Tehát úgy látod, mint a leszállnál, de nem tudsz mozogni. Hát én úgy jártam... Igen, én úgy jártam például motorral, hogy leszálltam róla, nem tudtam megmozdulni, akkor visszaszálltam rá, és aztán megint leszálltam, és akkor tudtam menni. Tehát így a motorral így jártam, még live-ba, és akkor néztem is, hogy ó, hát nem tudok mozogni, de hogy kétszer is jártam, így azt hiszem, motorral. Megnézzük azért már ezt a... Ja, hát ezt is. Cement, chemistry. Igen. Jó, nem is érdekes. Megnézzük már a tabella állását, hogy... Magor, te is meghaltál már egyszer? Persze, tegnap volt egy horda, szétverték félig a házat. Ja, hogy az... Ezt mondta is Axel. Azt tudom, hogy volt, csak arra nem emlékeztem, hogy meg is halt. Jó. Mert rövid a memória. Ah, igen. Erről vagyok híres. A hosszú távú memóriád az jó, az kiváló, a rövid távú meg elfelejtesz. Hát a rövid távú az a néhány perccel ezelőtt itt jelenteni, tehát össze-vissza beszélsz, Imi. Sem tudod, hogy mi van? Hányszor halt meg magad? Hát nekem elég tudni a sajátomat, hogy nulla, de ez könnyen meg tudom jegyezni. Na láttad, ez a probléma. Az alsó ládába berámoltam róka, vagy kinek a cuccát vettem, én most már se tudom. Az enyém. Róka. Igen. Ott az alsóban, azt hiszem az volt. Attila? 620 millió. Köszönöm szépen. Neked Axel, van izéd, csákányod van már? Van. Hát egy egyes. Szóval akkor. Egy egyes, azzal el vagyok, azért elütögetem, aztán apránként majd én is tudok csinálni később. Nem, neked is kell hármas. Hát majd később már fogok tudni én is csinálni, most erre jó ez. Csinálok meg, kevesebbet kell javítani. Engem az lepett meg, hogy Attila, útba így, hogy a fokozatot így nehezítettük, és az lepett meg, hogy ezzel a fejszével korábban akkorákat oda tudtunk sózni, hogy szó szerint elrepültek a zombik. Nem, most nem repülnek el. Most tehát, hogy nem az biztos ilyen miatt van a nehezedett. Tehát mi nehezebben tudjuk őket megölni, ők viszont nagyon jobbat tudnak csapni mi ránk, tehát vagy csak nem vagyunk elég erős, de szerintem már az elején is ezzel már nagyon-nagyon tudtunk csapni már korábban is. Tessék! Egy partit, légy szíves, köszi. Mi a probléma? Kettőt is kapsz. Mikor megyünk after partira, Róka? Attila, látod ezt a mélyedést? Igen. Akkor a dugák, ez a WC, kiszóvár. Ide lehet belepisülni. Na jó. Akkor lehet dobni minden szemetet, nem? Meg a szemetet is oda dobni. Mindannyian ilyen szakadtak vagyunk, ilyen szakadt ruhában vagyunk? Vigyázz le! Igen. Hát eléggé. Csak nézek titeket, hogy ti is még ilyen a legelső szövet gatya meg minden, ilyen nagy szegénység van, gyerekek. Dobáljuk meg. Magor, vegyi anyag. Csont, zsír. Hát a zsírból kraftolunk, a csontból kraftolunk. 517. csipbarom, köszönöm. Lehet a kőre. Jó, én nem hát, tudom... Ha most teszentelgessé! Lehet, hogy éppen még pár percig maradhatunk már, hogyha megy a párbeszéd, itt hallgatjuk, hogy mi... Csak most nem nagyon történik semmi, és... Ezt kapd el! Hogy is állunk? Én nem azt fogom elkapni mindjárt, hanem a náthát.
Na mindegy, esetleg egy pár percet maradunk még, hogy reggel legyen, az nem sokára reggel lesz. És akkor hát holnap, mármint úgy, hogy igen, valós időben holnap folytatnánk, ugye a 6. nap kezdődik most, és elloptam akkor még marad gyakorlatilag a 6. meg a 7. nap este, ugye 7. nap éjszaka jön a horda majd, tehát marad még majdnem 4 óra hosszánk. Jaj. Felvenni se tudtam, gonoszok vagytok! Arra, hogy ezt itt megcsináljuk. De én szerintem jó úton haladunk, tehát... Na menj haza! Rengeteg sok vas kell még, de hát itt vannak a kohók, most már dolgoznak. Ott is dolgozik, itt is, úgyhogy... Én szerintem... Ezek tiszta dilók! A kavicsot azt olvasszátok. Ne! A fát! Ne! Akkor de! Amúgy tényleg én is minek hurcolászok ennyi követ itt magammal, mert és ide beteszem, hogy vagy éppen... Mondjuk a felét kérem, csak a felét. Mi kell? Kő neked? Egy pár darab, csak most nincs nálam semmi. Ja, akkor ide felülre tettem. Oké. A többit meg leviszem, mert itt van még ezrével van nálam, és akkor én leviszem a kóhóba még a többit. Igen? Pillanat, csak kivettem a kő felét, annyi bőven elég. Igen, de jó. Van egy, akkor egy egyes csákánynak beraktam, nem tudom, hogy kinek kell esetleg. A sárgaz olvasztásra várok. Azt adhatod nekem úgy sincs csákány. Akkor ott fent hagytam a fenti ládába legfelül. Jó, köszi. Róka neked nincsen? De majd csinál majd úgy is itt a Magor úr. Fejsze? Hát egy darab lehasztolt. Acél fejsze van. Nem tudod javít. Igen. Ebbe? Nem ebbe. Abba? Ebbe. Hát még maradt egy kevés vas, úgy látom. Sőt, hát nem is olyan kevés. Jó, hát ezt még akkor felviszem, még ezt lett itt egy kis vasacska még. Egy pár darabot hagyj eljavítani, Léci? Ott készül még, majd vedd ki. Na jó, akkor. Hát ott köpködik ki magából. Fú, csak milyen sötét van itt upgrade-elni. Attila, látlak-e? A Magort is látom ön. A kereskedőnél bemaradt az üllő a kohóba, ugye? Aztán igen. És most fogyott el. Jó, hát halad ez. Halad ez azért. Na. Ez meg lesz, ez majd szépen lassan, sorjában, de meg lesz. Jól van. Jó, nekem sorját ne emlegessél. Hát na. Annál nagyobb, annál gonoszabb cucc nem létezik a világon. De, spén. A cigi, igen. Mit? Ne sem. Na, én viszont tényleg megköszönöm akkor mindenkinek a figyelmet, köszi a feliratkozást, a sok lúcot. Mindenkinek! A sok lúcot. Meg a játékot is köszönöm a játékosoknak, Pinki akár, hogy elment, de neki is köszönjük, hogy bejött. Geri is itt volt velünk ma már. Úgyhogy meg hát ugye utolsó sorban köszi, hogy itt voltatok, és néztetek minket. Hát holnap akkor folytatjuk majd innentől. Hát most lehet, hogy még ezt a egy-két percet megvárjuk, hogy reggel legyen, de hát szerintem nagy dolog már nem fog most történni, nem is untatunk vele benneteket, de akkor holnap szokott időben akkor találkozunk. Sziasztok! 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 Jó itt! Sziasztok! Szép estét!